Szeretettel köszöntök mindenkit. Megmondom őszintén, hogy a szívem szerint különleges rendkívüli képességeimet használva ezt az asztalt most megemelném, és egy kicsit azért közelebb vinném a hallgatósághoz. Tehát itt jön a képességgyakorlás. Köszönöm szépen. Jó. Prima. Na, hát így már ember közelébb, nem? Mindjárt más. Tehát elméletileg Mátyás király a témánk, és most az a kivételes szabálysértés veszi kezdetét, hogy tényleg Mátyás király lesz a téma. Tehát most nem annyira általános keretek között vizsgáljuk a magyar múltat, a jelentés, a jövendőt, ahogy az elmúlt alkalommal. Most egyetlen egy nagy történelmi személy életpályáját követjük nyomon, és nem is annyira a személyes sors lesz most természetesen a döntő, hanem Mátyás király életében megbúvó, megjelenő egyetemes sorsképlet. Tehát amikor majd Mátyás királyról beszélünk, és személyes tulajdonságait lépten nyomon megpróbáljuk felvillantani, nem árt mindig hozzátennünk azt gondolatban, hogy itt a Mátyás tulajdonság jelenik meg kozmikus üdvtörténeti keretek között. Mátyás király életpályáján belül 4 kulcsfontosságú dátumot kell megjegyeznünk. Ha ezt a 4 dátumot megjegyezzük, akkor utána már bátran felemlíthetjük 1526-ot és 955-öt, mert természetesen általában a műveltséghez ez a 2 dátum tartozik hozzá. Tehát, hogyha Európa kellős közepén valaki nagyon európai akar lenni, akkor a magyar történelemnek 2 klasszikus dátumát egy-egy vereséghez hozzákötve, természetesen, ha ágyából véletlenül fölriasztják, akkor azonnyomban vigyázba vágja magát, és már is mondja ezt a 2 dátumot. Ezt a 2 dátumot ténylegesen illik tudni, de azt is kell tudni természetesen, hogy valójában mi történt a dátumok mögötti események folyamában. Minden esetre tehát Mátyás király életében 4 olyan kulcsfontosságú dátum van, amely onnantól kezdve, hogy ő megszületik, nem csak a saját pályaképét fogja meghatározni, hanem a magyarság múltját visszamenőleg megerősíteni, az akkori magyarság jelenében rendkívül fontos előremutató állapotokat megjelölni, és természetesen a mi jövendő képünket lényegében Mátyás király határozta meg. Ha Mátyás a maga idejében nem tűnik föl, nem bukkan föl, ahogy Túróczi János a maga krónikájában megfogalmazta, Mátyás úgy emelkedett ki egy hatalmas nagy áradatból, mint hogyha egy hatalmas fényoszlop tört volna a magasba. Tehát, mint hogyha egy hatalmas nagy víz áradatból, és természetesen Túróczi János ebben az esetben, mint krónikás, a víz áradatot nem véletlenül hangsúlyozta. Van ugyanis a magyar királyság történetén belül egy olyan nemzetség, amely éppen egy nagy folyam elindulással lévén válik európai, eurázsiai és világtörténelmi tényezővé. Ez a nemzetség útnak indulása kezdetén egy álomszerű látomásban az ősanya révén fogalmazza meg küldetését. Gondolom, itt különösebben nem kell magyarázni, hogy végeredményben itt ténylegesen emese álma tér vissza, hiszen az ő álmában mi történik valójában, miközben ő ténylegesen a női tulajdonságkört a szentség fokán érlelve önmaga lelkében, éjszaka álmot lát, álmában egy csodálatos koronás fejű turulmadár száll az ő méhébe, és ott a méhében elindul belül egy folyamat, majd a folyamatból egy hatalmas nagy fény áradat indul, tör a világ
világ felé. Azért mondom, hogy fényáradat, mert mi emese álmát általában egyetlen egy forrásból, Anonymus munkájából ismerjük. Ott valóban folyóról beszél Anonymus, előretökről, patakról, vízről. Akárhonnan közelítjük meg a kérdést, ez az életnek a hatalmas nagy áradása. És már abban a változatban elhangzik, hogy ebből a hatalmas nagy folyamból szent királyok, vezérek fognak majd egyszer születni, és ezek a szent királyok, vezérek fogják az emberiség jövőjét formálni. Természetesen látom az elaggott gondolatokat, hogy tulajdonképpen Hunyadi Mátyás esetében mi miért szaladunk vissza ez a hatalmas, nagy, lendületes vízáradathoz. Azért, mert Hunyadi kortárs krónikás, Mátyás király történeti írója, Mátyás király megjelenését egy ilyen minőséghez köti hozzá. Na most miért kell ezt tudnunk? Azért, mert Mátyás pályaképében megjelenő négy dátum közül az első természetesen saját születésének dátuma. Mikor született Mátyás? 1443. És itt egy lélegzetvételnyi szünet, mert én most azon nyomban Brüsszelig meg sem fogok állni, ha itt válasz nem érkezik. Tehát mikor született Mátyás király? Na, tehát ez azt jelenti, hogy él még az igazság a Kárpát-medencében. 1443. február 24-én Mátyás napján születik Kolozsvárot. Tehát miért kapja a Mátyás nevet, nem nehéz kitalálni. Születésével magával hozta saját nevét, annak az apostolnak a nevét, akinek a neve napján született. Tehát Mátyás azért lett Mátyás, mert Mátyás apostol napján, február 24-én 1443-ban látta meg a napvilágot. Na most innentől kezdve viszont nekünk Mátyás király családtörténetével, nemzetségével kell egy kicsit közelebbről megismerkedni, hogy ténylegesen tisztán lássuk azt a történelmi pillanatot, amely révén megtudhatjuk, hogy Mátyás mi végre, miért, mi okból, milyen magasrendű célzattal született erre a világra, hiszen krónikák, korabeli történetírók elmondják, hogy ő az emberiség és a magyarság üdvének érdekében született erre a világra. Még azt is el szokták mondani, hogy Mátyás királyt is inkább Isten adta, mint emberi szándék teremtette. Tehát amennyire fontos ismerni az ő édesapját és édesanyját, nem árt tudni, hogy már a születését csodálatos tényként fogták fel, és szinte isteni előjelek kísérték születésének előtörténetét. Most az ő édesapja természetesen Hunyadi János, és igazából Mátyás király alakja itt szokott egy kicsit meghomályosulni a történetírók emlékezetében, mert lépten nyomon külön hangsúlyozzák azt, hogy Mátyás király származása amennyire homályos, végeredményben Hunyadi Jánosnak a származása annyira tiszta, ez egy teljesen világos képlet, és az ő származásával nem is kell foglalkoznunk. Na most gondolom észrevettük, hogy itt egy ellentmondás lappang. Ha Mátyás származása valamelyest homályos, Hunyadi Jánosé tiszta, akkor vajon az apa és a fiú közötti időszakban mi történik kettőjük között? Hát hogyan homályosulhat el valami 1443. február 24-ére, ha azelőtt az kristálytisztán jelent meg? Na most természetesen itt válik izgalmassá az ügy, mert ha ma egy átlag felkészültségű honpolgárt megfaggatunk, hogy vajon mit tud mondani Mátyás apjának, Hunyadi Jánosnak a származásáról, akkor tulajdonképpen a kész válasz már szinte jól körvonalazható módon jelenik meg. Hát egyáltalán jön a visszakérdés, miért kérdés, hogy ki volt Hunyadi Jánosnak az édesapja? Ez nagyon fontos kérdés, mert Mátyás korabeli történetírók, például az úgynevezett művelt humanisták, Galeotto vagy Bonfanti,
konfini, akik elég külföldiek voltak ahhoz, hogy ne legyenek magyarok, nagyon határozottan el szokták mondani azt, hogy Mátyást egyetlen egy dologgal lehetett kihozni a sodrából. Na most, aki ismerte Mátyás királyt, az pontosan tudta, nem érdemes a nagy királyt kihozni sodrából, tényleg nagyon nehezen lehet, egy áldott türelmű ember volt, tehát nyugodt volt, magabiztos volt, türelmes volt, és egy kicsit magasabb szempontok alapján látta az emberi nemnek a működését, az ember lakta világban ahhoz, hogy mindenféle ügyekkel őt mondjuk saját életpályájának belső meggyőződéséből ki lehessen mozdítani. De egy dologra nagyon kényes volt. Ha a származását valamilyen úton, módon megpróbálták úgy ellene fordítani, hogy dehonestáló módon értekeztek róla. Na most a hagyomány szerint Mátyás király ilyenkor, mint erdők szélére kikeveredett hatalmas oroszlán, elkezdett bömbölni és üvölteni, és a palota folyosói ilyenkor, minthogyha mennydörgés rázta volna meg a budai királyi palotát, Mátyás ilyen kirobbanó kedvét 3-4 napon keresztül sem lehetett lecsitítani. Miért? Azért, mert származását nemes embernek megcáfolni, kérdésbe vonni nem lehet. Lehet, hogy mi már úgy nőttünk fel, hogy a származásnak nincsen jelentése, egy nemzetség múltjával nem kell foglalkozni, de Mátyás saját korának gyermeke, és pontosan tudja, hogy a származás az nem csak kötelezi a legújabb származékot mondjuk egy nemzetség életén, hanem innentől kezdve egy küldetésnek a szárnyát éppen a származás fog megadni. Ha valakinek nincs származása, nincs küldetése, nincsen szárnya. Lelke az teljesen szárnyatlan. Ma szárnytalan, arc nélküli alattvalók, akik azt sem tudják, hogy ki volt a nagyapjuk, a dédapjuk, ilyenek töltik meg a világot. Olyan is a világ jelenkori pillanatnyi arculata. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy én mondjuk 5000 évre vissza tudok nyomozni, én is ennek a kornak a gyermeke vagyok. De ha egy kor nem érzi a veszteséget, akkor nem tudja a jövendőt hatékonyan formálni. És hogyha arra gondolunk, hogy a világ olyan, mint most, tehát minden időben olyan volt, akkor ez azt jelenti, hogy az emberiséget a katasztrófa szélére segítjük, és egy nagyon szép testcsellel gyakorlatilag szakadékba lökjük. Ma az emberiség az emberiséget fenyegeti. Jelen korunkban ember embernek farkasa. Miért? Azért, mert nincs múltérzékenység. Nincs a múltnak becsülete, és mivel nincs a múltnak becsülete, az embernek nincsen értéke. Tehát, ha valakinek van származása, nem csak magát képviseli ebben a világban, hanem egy személy saját őseit is, ősein keresztül pedig saját népét. És gondolom pontosan tudja mindenki azt, hogy Mátyás eléggé európai uralkodó volt ahhoz, hogy saját származását pontosan tisztán ismerje. Tehát igazából az a legnagyobb kérdés, hogy Mátyás édesapjának ki volt az édesapja, vagyis Hunyadi Mátyásnak ki volt a nagyapja. Na most erre a válasz 1945 óta, mert 1945 óta nagyon egyöntetű válaszok jelennek meg a magyar történelemírásnak a nagy széles színpadán. Érdekes módon 1945 előtt még lehetőségeit adták bizonyos kérdéseknek, amely kérdéseket utána nem tisztáztak, nem utána gondoltak, vagy elkezdtek új forrásadatokat gyűjteni, hanem aktuál politikai kérdések mentén eldöntötték, hogy Mátyásnak tulajdonképpen a nagyapja, az természetesen én nem is nevezem meg, hogy ilyenkor milyen nép vagy milyen náció neve hangzik el, de a legjobb, legszerényebb megállapítások szerint is tulajdonképpen az ő nagyapja egy havas alföldi kenéz volt. Na most erre mit lehet mondani? Köszönjük szépen! Miért?
mert aki ismeri Havasalföld történetét, pontosan tudja, hogy ott nem románok, hanem kúnok laktak. A kenézi méltóság soha nem volt román vezetői méltóság. Ezt azért jegyezzük meg. Tehát történelmet hamisítani, ahogy itt nagyon szépen az előszóban elhangzott, most gyakorlatilag úgy tűnik, hogy ténylegesen Európa erre szakosodott. Tehát történelem nélküli népeknek, történelemmel rendelkező népek történelmét elvéve történelmet alkotni. Természetesen szabványszerűen. Olyan is lesz az a történelem, és azért tudni kell, hogy történelem nélkül nagyon messzire jutni nem lehet. Tehát legfeljebb a következő szavazásig lehet előre menni, ott meg nem a szavazó állampolgár fog dönteni, hanem a számítógép. Miért? Számítani egy számítógép tud. Tehát tulajdonképpen ez csak programkérdés, hogy mi az, ami kijön. És azt is kell tudni, akár rossz jön ki, akár jó jön ki, mindez be van építve. És annál szörnyűbb nincs, amikor egy nemzet egy ilyen nagyon természetellenes 4 éves ritmusra építi fel a jövőjét. Mert az a remény, ami esetleg 4 évig úgy elindul szépen, elkezd rügyezni, elkezd zöldelni, az a következő 4 év viharainak ideje alatt kénytelen megint visszahúzódni. És itt nem az eredményeken van a hangsúly, hanem a remény elvételéről. Tehát egy népet megsemmisíteni a reménység kioltásán keresztül lehet. Tehát, hogy fásuljon bele, úgyis mindegy alapon. Na most mindezt miért kell hangsúlyozni? Azért, mert a Mátyásról minden kortársbeszámoló elmondja, hogy nagy reményeket tudott nemzetében ébreszteni, és ezeket a nagy reményeket tettekre is tudta váltani. Tehát először egy Isten adta vezetőnek, irányítónak, kormányzónak a reménység tüzét kell felgyújtani. Ez viszonylag sokkal könnyebb, mint a reménység tüzeiből nagy-nagy tüzet rakni úgy, hogy az valóban tettek eredményeként jelenjen meg. Na most magának, Mátyásnak a származására, tehát nagyon gyorsan visszatérve, elfogadhatjuk átmenetileg, hogy Havasalföldi kenéz volt az ő édesapja, vagyis édesapjának édesapja, azzal a megszorítással, hogy köszönjük szépen. Hát mi pontosan tudjuk például, hogy a Havasalföldi Kun püspökséget, Milkói püspökséget kialapította. Második András királyunk uralkodásának végén az ifjabb király, a későbbi negyedik Béla királyunk alapította. Tehát ami műveltség ott megjelent, és ezt nem árt tudni, az ottani templomok, településmagok belső emlékein keresztül pontosan lehet tanulmányozni. Az Árpád-kor tette virágzóvá azt a területet. Na most visszatérve a Vajk névre. Most mi a névnek a legnagyobb titka? Mert a Havasalföldi kenézünket állítólag Vajknak hívták. Hát, mint tudjuk, természetesen a Vajk az egy ősi román név. És nagy valószínűség szerint éppen ezért már Szent István egyik neve is Vajk név jelenik meg a történelemből. Tehát tanuljunk meg végre gondolkozni. Tehát mi annyira általános szabványok szerint gyártatjuk le a múltunkat, amely legyártott múltat csak egy darabig lehet gyártogatni, mert előbb-utóbb észre sem vesszük, és a Kárpát-medencén kívül fogjuk magunkat találni. Miért? Azért, mert a Kárpát-medence az értelmetlen műveltséget, ami nem is műveltség, kiköpi magából. Tehát a Kárpát-medencét egy szellemiséggel művelni kell. Na most a Kárpát-haza természetesen minden történelmi pillanatban egy olyan művelődés történeti kontinuitás mentén válik műveltség bölcsőjévé, amelyet mi a távoli ókori időkig tudunk visszanyomozni. Ezt nevezzük szkíta, hun, avar, magyar kontinuitásnak. Na igen ám, de hogyha valaki annak érdekében fáradozik, hogy egy Mezopotámiában, miért nevezzük Mezopotámiának ezt a területet?
Azért, mert a Mezopotámia nem azt jelenti, hogy Tigris és Eufrátesz folyóinak köze. Mezopotámia azt jelenti, hogy folyamköz. Tehát a folyamközi műveltség nem a Tigrissel és Eufrátesszel kezdődik. Gondoljunk arra, hogy a Kárpát-medencei régészeti leletek közül a hasonló típusúak, amelyek Tigris és Eufrátesz térségéből kerülnek elő, egy évezreddel megelőzik az ottani művelődés történeti emlékeket. Miért? Azért, mert ezt a folyamközi térséget a Kárpátok védő karéja, mint egy hatalmas nagy boldogasszony kar fogja körbe. Tehát az ölében, a belsejében az élet nem csak elindulni tud, meg is tud maradni. Mert ennél védettebb terület egy eurázsiai, tovább lépve egy egész földi tényezőre vonatkozó földrajzi egység figyelembe véve nincsen. Na most minden körmondat után természetesen jön az eredeti célpont, vissza Mátyás királyhoz, vissza is térünk, csak a mihez tartás véget nem árt mindig újra és újra bizonyos általános tényeket ismernünk, hogy egy magyar király tevékenységét megértsük. Miért? Azért, mert egy valódi, igazi magyar királynak soha nem volt kisebb rendűségi komplexusa. Tehát olyan módszer, hogy merjünk kicsik lenni, ilyen a magyar történelemben soha nem fordult elő. Miért? Mert ez nem merészség kell, még vakmerőség sem kell. Bátorságról ne is beszéljünk. Ehhez sunyítás kell, gyávaság kell és aljasság kell. Tehát semmiféle erkölcsi értékrend mellett nem lehet egy nép kicsi és hitvány. Mert ez ténylegesen gyalázat. De az igazi gyalázat az, hogy itt szemrebbenés nélkül, na még mit tudnak mondani. És néha érzi az ember, hogy nagyon jól viselkedik ám ez a nemzet, mert egy olyan világban, amelyben az erőszak az úr, én hiába mondom azt, hogy büszke véreim magyarok, hát egy kicsit azért csapjunk már oda az asztalra. Ahogy a nemzet viselkedik, minden látszólagos hitványságával, lapításával ellentétben, ennél bölcsebben, nyugodtabban, jelen pillanatban viselkedni nem lehet. Inkább megvárni a nagy időket, mint ideje korán úgy kezdeményezni, hogy tudni, hogy vérveszteség nélkül ebből kijönni nem lehet. Gondoljunk az úgynevezett aláhulló forradalmakra. 1848. március 15-e miért volt tragikus? Mert idő előtt robbantották ki. 1956 miért volt tragikus? Mert idő előtt robbantották ki. Az egészen más kérdés, hogy a nemzet az élet-halál harcát megvívta. Tehát gondolom tudjuk, hogy itt tényleg élet-halál harcot vívott a nemzet. De azt is kell tisztán látni, hogyha idő előtt egy érési folyamatot megelőző pillanatban robban ki valami, az azt jelenti, hogy hosszú távon a jövőt, amit el akarnak a nemzettől venni, egy rövid fellángolás után nagyobb hatékonysággal tudják megnyírbálni. Na most magáról, Mátyásról, tehát visszatérve, rendkívül fontosnak tartotta Mátyás király, hogy ki volt az apja, és ki volt a nagyapja. És amennyire büszke volt a híres törökverőre, akinek nándorfehérvári diadalát azóta a déli harangszó ünnepli. Azóta 1456 óta végeredményben a világon álló délben mindig Hunyadi János győzelmének tiszteletére kondulnak meg a harangok. Én magam nem egy alkalommal voltam tanúja annak, hogy történészek rádióban, tévében elmondták, hogy ez butaság, mert nem így van. Az ilyen történészeket soha nem kérdezték vissza, hogy nagy nyilvánosság előtt miért hazudnak. Pontosan ismerjük azt a pápai rendeletet. Középiskolai szöveggyűjteményekben, ha egy kicsit pazarabb kiállítású a szöveggyűjtemény, olvasható. Én magam könyvtári kutató munkát ifjú koromban
rövid ideig végeztem. Tehát nem arról van szó, hogy az ember azt hirdeti, ami után 50 évig mondjuk levéltárakban kutatott. Ha csak annyit tudnánk, amennyit meg kellett volna, nem a kommentárokból, hanem például mondjuk a képes krónikából tanulni, a krónikát elolvasva, nem lenne tudathasadásos állapot jelen pillanatban Magyarországon. Tehát minden középiskolai szöveggyűjteményben, vagy főiskolai, vagy tanítóanyagban ott van bizony az a pápai rendelet, amely 1456-os nándorfehérvári diadal örök dicsőségére elrendeli a déli harangszót. Na most ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy az egész világon a magyarok fényes győzelmének dicsőségéért harangoznak. Na most hogy lehet úgy elaljasulni, hogy állódélben harangoznak, és az ember arra gondol, hogy vajon a menzán mit adnak ebédre. Tehát, hogy érezhető legyen, a harangok a nemzetért zúgnak a világon. És ezek a harangok, ahogy Nagy László mondja, jönnek a harangok, értem. Mikor jön végre el az a harangzúgás állódélben a nemzetért, hogy a nemzet szíve is már végre egy nagyot dobbanjon. Hát harangozni nem a holtakért szóltak, szoktak állódélben. Harangozni állódélben a legfényesebb pillanat az állódél egy napon belül. Ilyenkor a fény örömüzenetével érkezik a harangzúgás. És akár tél van, akár tavasz van, akár nyár van, akár ősz van, a harangok Hunyadi győzelme okán zúgnak az egész világon. Na most Mátyás nem csak nagyapjára, vagyis édesapjára volt büszke, hanem természetesen nagyapjára is. És amikor megkérdezték tőle, hogy ki a nagyapja, akkor attól függ, hogy ki kérdezte és hogy kérdezte, mert már a bevezetőben jeleztem, hogy nagyon-nagyon zokon tudta venni, ha ezt a kérdést ellene fordították. De látni fogjuk, hogy a sors hatalmaival dacolni nem mindig sikerül, hiszen ő a sorstól ugyanazt kapta, ami tulajdonképpen az ő nagyapja gyermekének vonatkozásában is egyszer már előtte megtörtént. Hát volt egy gyermeke, ami Mátyás királyunknak? Természetesen volt. Na de törvényes vagy törvénytelen volt? Törvénytelen gyermek volt Korvin János. És tulajdonképpen Mátyás származásának itt lehet a kulcsát megtalálni. Tehát a törvénytelen ágyból való származást fordítják ellene. És gondolom tudjuk, hogy ez tényleg hatalmas úr egy olyan nemzet életében, ahol a törvényes házasságot nagyon komolyan vették. Na de visszatérve itt azért egy kicsit magasabb szinten történtek az események, mert amikor Mátyástól megkérdezték, mondjuk amikor ő budai királyi palotájában tartózkodott, hogy ki volt a nagyapja, akkor ő nagyon szerényen azt mondta, hogy nagyapám szobra ott van a palota udvarában, apám szobra mellett, Ország Mihály országunk nádora avatta fel. Na most kinek a szobrát állítatta fel saját nagyapja képmásagyanán Mátyás király? Zsigmondét. Luxemburgi Zsigmondét. Na most itt nem az a lényeg, hogy ő luxemburgi, ezt felejtsük el. Azért hangsúlyozzák a luxemburgit, hogy nehogy azt higgyük, hogy ő magyar király volt. Gondoljunk az Anzsuk megnevezésére. Még Károly Róbert esetében még ugye az ember azt mondja, jó, hát Anzsu, ez így elhangozhat. Na de Nagy Lajos esetében. Megint csak érzi az ember a hátsó szándékot. Miért? Mert Lajos király magát Anzsunak soha nem nevezte. Hát ő nem Anzsu ágon kerül magyar trónra. Soha az életbe nem jött volna be Károly Róbert, ha ő Anzsu. Az egyik ágon. Hát ő kinek az unokája volt?
Ő ötödik István lányának, Máriának, Mária királynőnek, Nápoly és Szicília úrnőjének volt a unokája. És az Árpád vér leányágon kerül vissza magyar trónra. Na most Zsigmonddal tulajdonképpen ugyanez a helyzet. Tehát Zsigmond soha nem került volna magyar trónra, ha ő pedig nem negyedik Béla leányának Ágán hivattatik meg. Tehát amikor Nagy Lajos behozza őt az országba uralkodásának végén, minden egy kicsit bőbeszédű krónika elmondja, azért hozzák be, mert leányágon Árpád házhoz tartozik, és azért, hogy a magyar törvényeket, magyar szokásokat, pontosan a magyar nyelvet megtanulja. Tehát Nagy Lajos udvarában nevelkedik. Na most Zsigmond uralkodói pályája, hát az nagyon érdekes. De egyet tudni kell, hogy Zsigmond származását igazából nem is a szellemi értékei mutatták meg, hanem az ő férfiúi megjelenése. Tehát Zsigmond daliás és messze földön mutatós férfi ember volt. Tehát ha valaki ismeri Zsigmond korának művészettörténeti emlékeit, akkor tudja, hogy egész Európában, ha a királyt akarták megmintázni, mondjuk ha valaki a festőecset fogta a kezébe, vagy mondjuk oltárképet készített, vagy szobrot, vagy bronz szobrot öntött. A király, akit nem nagyon akartak egy kicsit mondjuk közelebb hozni és konkretizálni személyében, minden esetben a magyar király adta a mintát. Tehát tulajdonképpen Zsigmond egy ilyen nem volt annyira fényes és annyira elegáns megjelenésű, mint Szent László, de korának ő volt a férfi ideálja. Tehát rend lélegzetelállító volt a megjelenése Zsigmondnak. Na mindezt viszont miért kell tudni? Azért, mert amikor ő özvegyi sorba került, mert Mária Nagy Lajos lánya nagyon korán meghalt, hát egy vadászat alkalmával, vágtató lóval felbukott, és ott is maradt. Na igen ám, de ekkor már 8 hónapos várandós állapotban volt Mária királynő, és ilyenkor az ember úgy elképzeli, ahogy a magyar királynő ilyen kerekdett formájával 8 hónapos korban vágtató lóhátán vadászgat. Nos, erre szokták azt mondani, halála nem tisztázott körülmények között történt. Zsigmond özvegyen marad, és ilyenkor a királynak vannak bizonyos előjogai. Na most ezeket az előjogokat természetesen az ember egy kicsit olyan irigykedve szemléli, de ha az ember tudja, hogy mennyi kötelesség hárul a királyi felség vállára, akkor az ember inkább azt mondja, hogy inkább az önmegtartóztató élet, de azért a királyság az egy nagyon nehéz vállalkozás. Tehát mi a királyt úgy képzeljük el, hogy mindenki fölött rátehénkedik mindenkire, nem. Ahogy 5. István Árpádházi király, 4. Béla fia nagyon szépen megfogalmazta, a királyi felség hordozza az alattvalók terheit. Na most itt jelenik meg a szakrális királynak a személye. Tehát sokkal több kötelessége van. Miért? Mert a király nem a saját feje után megy. Tehát a királyság egy szakrális programként jelenik meg. És utána ő mindig a nemzetéért fáradozik, a nemzet érdekében. Tehát olyan nincs, hogy egy kicsit elfárad, és távol keleti nyaralásra vonul vissza valamikor télen, amikor nagyon nehéz visszavonulni halandó átlag polgárnak, mondjuk valahova a déli tengerpartra. Tehát ha valaki szolgálatot vállal, az tanulja meg egy életre. Egy életem, egy halálom. Tehát olyan nincs, hogy magánélet eddig, közélet addig. Felejtsük el, aki szolgálatot vállal, annak a magánélete és a közélete egy lényegű. De ha valaki nem méltó, akkor természetesen a hitványságát a magánélet álcája mögé fogja rejteni.
Na most a hitvány ember tényleg így működik. Zsigmond esetében viszont amennyire kérdéses az ő királyi pályája, tudni kell, hogy tényleg világra szóló tetteket hajtott végre, nem annyira a hadi életszínpadán, inkább a diplomácia területén volt ő otthon. Ha egyszer valaki megnézi a térképen, hogy Zsigmond hova jutott el életében, hova ment el, és őt hol fogadták ünnepélyes keretek között, akkor kiderül, egy uralkodó van Európában. Ki az az uralkodó? A magyar király. Hát még Londonba is elmegy, és nem kísérik testőrök olyan módon, hogy mondjuk nem merne végigmenni London utcáig. Ahol magyar király megjelenik Európában, ott Európa népei összeszaladnak a király látására és üdvözlésére. A magyar király nyílt utakon jár. A magyar királyt nem veszik körbe oly módon, mint mondjuk a nyugat-európai vagy bizánci uralkodókat, hogy nem mer lemenni a népe közé. Miért? Mert a nép rájön, hogy ez mindennek jó, csak királynak nem. Inkább máshol lenne a helye. Na most Zsigmond özvegy korában királyi kötelességét teljesítve az országot járja. És így jut el Erdély tartományába. És természetesen itt válik izgalmassá az ügy, mert az özvegy királynak tényleg vannak királyi jogai. És ezek a jogok a királyi mag működésére vonatkoznak. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy a királyi felség személye egy kipróbált tisztaságú leányt, ha az úgy hozza természetesen a sors, akkor maga mellé emelhet. Na most Zsigmondról tudni kellett, ha úgy hozta a sors, ha nem úgy hozta a sors, ő a női nem gyenge, hogy mondjam, bájait soha nem vetette meg. Na most így kerül viszont Erdélyben szemei elé egy Morzsinai Erzsébet nevezetű magyar nemes embernek a csodaszép leánya. Na most nagyon fontos dolgokról kell értekeznünk nagyon röviden. Tehát a királyi felség ilyenkor csak hűséges, erkölcsileg kipróbált nemzetségből választhatott, és nem saját élvezeteinek keresése érdekében, hanem bármi történik, mert az emberi élet az végeredményben Isten kezében van. És nagyon fontos, hogy a királynak legyen utóda, akárhogy. Ha éppen nincs törvényes feleség, még az is jó, ha törvénytelen kapcsolatból. De legyen királyi mag, legyen királynak utódja. Na most így kerül előtérbe Erzsébet, és ha lehetne tényleg klasszikus, gyönyörű, szerelmes drámát írni, akkor ebből tényleg lehetne. Mert ahogy mondani szokták, szerelem nagybetűvel fél villanásnyi idő alatt. Tehát Zsigmond beleszeret a lányba, a lány beleszeret Zsigmondba, és Zsigmond tisztességére legyen szó, itt nem magyar királyként jelent meg. Itt férfiként, daliás férfiként lépett előre. És lehet, hogy Morzsinai Erzsébet nem is tudta, hogy ő a magyar király. Na most ténylegesen szerelem első pillanatra látásra, megtörténik az a bizonyos nagy éjszaka, igen ám, de jön a másnap hajnal. És a másnap hajnal ilyen éjszaka után természetesen, aki már átélte, tudja, hát nem mindig arról híres és nevezetes, hogy jaj, de jó, hanem arról, hogy milyen kár, hogy elmúlt az a titokzatos időszak. És természetesen Zsigmond már férfi emberhez méltó módon már menne tovább. De Morzsinai Erzsébet Istennek hála utána szól, hogy vele mi lesz. Ekkor már lehet tudni, hogy ő maga a király volt, már mint Zsigmond. Mert az nagyon szép dolog, hogy a király megy a kötelessége után, na de ő hajadonlány volt még előző nap este. Hajnalra már a hajadonságát, szüzességét, tisztaságát feláldozta a szerelem oltárán. Hát gondolom tudjuk, hogy így nem lehet lányt magára hagyni.
Hát erre nagyon ügyeltek régen. Hát az, hogy ki hogy megy bele egy házasságba, perdöntő kérdés volt az, hogy az első éjszakán tulajdonképpen tiszta legyen a férfi ember is, és a leány is. Hát ezek voltak az igazi szerelemházasságok. És szerelemházasság szerelemgyereket, vagyis tehetséges nemzetet hozott a világra. Gondolom tudjuk mind a mai napig, kicsit civilizációtól távoli helyeken, ha például egy emberben fogyatkozást látnak, akármilyen szellemi, lelki, testi, akkor hogyan fogalmazzák meg ezt az idős emberek? Nagyon egyszerű, ez egy mondás. Na ez sem szerelemgyerek volt. Tehát ezért nem mindegy, hogy szimpátia, testi gerjedelem, mert ez nem azonos a szerelemmel, indítja el a jövőt egy nemzet életében. Ma a szimpátiát és a testi gerjedelmet mindennel összetévesztik. Nem érdemes összetéveszteni, mert ezek múló jelenségek. Morzsinai Erzsébet tehát visszakérdez, hogy hogyan tovább. Mi lesz vele ezt követően? Hát ő itt marad. És ő tényleg feláldozta a tisztaságát. És akkor Zsigmond az ujjáról lehúz egy gyűrűt. Átadja Erzsébetnek, és azt mondja, ha fiad lesz, vagy lányod lesz, mindegy. De ha fiú lesz, mert mind a kettőnek ő lehet örülni. De ha fiú lesz, akkor a gyűrűvel, amikor már utaztatható korban van, most nehogy azt ígyük, megvárták, azt még majd iskolába megy a fiú, ez tulajdonképpen úgy pár hónapos kort jelentett, szinte még csecsemő kort jelent. Ha utaztatható korban van, akkor hozza fel Buda várába, és ő gondoskodni fog a neveltetéséről. Na most így történt, természetesen tényleg így történt. Eltelik az a bizonyos hosszú idő, 9 hónap, és utána jön a gyümölcs, jön az eredmény. Fiúnak ad életet, és nevet is adnak a fiúnak. János névre keresztelik. Na most ezt miért kell tudni? Azért, mert majd a kiházasítás után, mert Morzsinai Erzsébet a király tényleg kiházasítja. Tehát nem hagyja parlagon. És amikor kiházasítja, hát ez, aki elveszte Morzsinai Erzsébet, élete legnagyobb tisztességének tekintette. Na de ő volt Vajk, és Vajknak már volt egy gyermeke. Hogy hívták? Jánosnak hívták. Na most a higgadt történészek közül azok, akiknek eszük van, erre általában föl szoktak figyelni, hogy olyan azért nem nagyon elképzelhető, hogy van egy János már, jön még egy fiú, na, hát egy János már sikerült, akkor legyen ez is János. Tehát felejtsük el, és akkor szólítják, akkor János egy, ja nem, a János kettőt szólítsuk most már meg. Tehát vannak bizony olyan árulkodó nyomok, amiket pillanatok alatt észre lehet venni azoknak, akik minden áron próbálják mégiscsak azt a mostanában elterjedt nézetet erősítgetni, amely mondjuk egy kolozsvári bíró számára most nagyon népszerű lenne. Na de Mátyás és a kolozsvári bíró, könyörgöm. Hát én nem nagyon lennék most Kolozsváron bíró, mondjuk valakinek a helyébe. Tehát, hogy érezhető legyen a történelem, nem áll meg ott, ahol mi minden áron meg akarjuk állítani. Mert egyszer tényleg jön az a híres kolozsvári bíró, aki tényleg nyúzza a népet. És egyszer tényleg jön valaki álruhában, akkor, amikor nem is számítanak rá. És pontosan a kolozsvári bíró nem fog rá számítani. Na de visszatérve Mátyás származásának vonalára, tehát megjelenik a gyűrű is, megszületik a gyermek is, és már készül Morzsinai Erzsébet a budai utazásra, és a patak partján természetesen az úti podgyásznak a részeit mosogatja. És a kis János bölcsőben ott van egy fa alatt.
Természetesen minden normális gyermek ilyenkor, ha valami nem tetszik neki, vagy ha tetszik neki, vagy ha egyáltalán mindegy, hogy tetszik vagy nem tetszik, valami pránajána-szerű belső légzésnek engedelmeskedve, tüdőtágító gyakorlatot, ez minden egészségesség záloga egyébként. Tehát tudni kell, hogy ilyenkor erősítés történik. Nem kell feltétlenül betelefonálni tévébe, rádióba, hogy sír a gyerek, mit csináljunk. Én magam hallottam ilyen műsorokat. És szerencsétlen orvos döbbenten válasz, hogy asszonyom, az a helyzet, hogy a gyerek néha sírni szokott. Tehát hihetetlen, mint hogy egy alkatrész romolna el néha, úgy fordulnak fűhöz, fához. A gyermek az természetesen sír, bömböl, gyakorolja a hangját, és hát igen ám, de egy anya ilyenkor, meg az, aki hallja, hát nem ilyen joviális módon kezeli az ügyet egy idő után. És már nem tudnak mit kitalálni, hogy János a bölcsőben most már hallgasson el. És ekkor a láncra fűzött gyűrűt leveszi a nyakából, Zsigmond gyűrűjét, és odaadja a gyermeknek. Hát a gyermeknek csak ez kell. Nézegeti, forgatja a gyűrűt, a napfényébe a gyűrű naparanya, a drágakő természetesen villan, csillog. Igen ám csak, hogy van egy nagy gond. Egy emelettel feljebb, a lombok között szintén van egy családi fészek. És ott a fészekben egy holló természetesen, engedelmeskedve világhírű ösztöneinek látja a gyűrű csillogását, hát megnézi, gondolja magában, hogy na né, hát mi az, ami ott lent csillog és villog. Szépen zuhanó repülésben le, csőrében a gyűrűt föl a fészekbe, és mindaki jól végezte dolgát, ő sem gyakorolja azt a szép mesterséget, amiről a hollók egyébként nagyon híresek. Tehát amikor egy holló elkezd énekelni, az a világegyetem összeszalad, mert na, szóval a lényeg az, hogy a holló nem a hangjáról híres. Tehát feltűnik ez a nagy csönd Morzsinai Erzsébetnek. Miért? Mert miközben sírt a gyermek, azért a holló is ütemesen, mint egy karmester, szépen a frekvenciákat emelve, sűjesztve, próbálta az alaphangot megadni. Na most itt történik meg a dráma, mert Erzsébet kétségbe esik. Szalad a testvéréért, és a testvére a nála lévő íj és nyíl tudományával felvértezve úgy találja el a gyűrűt a holló csőrében, hogy a hollónak sem lesz semmi baja, és a gyűrű is megmarad. Na most ott azt abban a pillanatban Hunyadi János szerencséjének, és végeredményben a hunyadiak szerencséjének tudták be, tehát mindegy érzékeltetve, hogy innentől kezdve már jól fognak menni az ügyek. Nos, miért fontos a szerencse vagy szerencsétlenség kérdés? Azért, mert Zrínyi Miklós költő és hadvezér, mint hadvezér pontosan tudott valamit. Csak jó szerencse és semmi más. Na most a szerencsét mi általában kihagyjuk a számításból, és a szerencsét vakvéletlennek tekintjük, nem? A szerencse, hogy a régiek mondják, a Teremtő Isten jókedve. Tehát tulajdonképpen nem válogatós. De amikor végig krónikásaink a hunyadiak szerencséjét, végig, hát egy Bonfén is, Mátyást a hunyadiak szerencséje nem hagyta cserben. Hát a legváratlanabb pillanatokban nem hadierővel, azon túl, hogy nyilván volt esze, valami megmagyarázhatatlan virtussal, aminek szerencse volt a neve, ennek az erénynek a képességével emelkedett többnyire felülre. Na most, milyen címere van Hunyadi Jánosnak? És itt most már a havasalföldi történetet végképp elfelejthetjük. Miért? Mert címerbe, nemesi címerbe az úgynevezett nemesség története kerül. Tehát ez azt jelenti, hogy csak az kerülhet címerbe, ami a nemességet adja. Tehát vagy valamilyen csillag, vagy égi konstelláció, vagy rendkívüli tünemény, vagy pedig tényleg magának a történetnek a fő tényezője.
Na most Hunyadi címerébe kerül a holló és a gyűrű. Miért? Mert a gyűrűt Zsigmond adta. A hollót, vagyis a holló a gyűrűt próbálta elvenni. De a szerencse a holló szájában hagyta meg a gyűrűt. Majd a hollóval még fogunk találkozni, mert rendkívül fontos Mátyás király pályaképében. Elindul így fel a budai királyi udvarba Morzsinai Erzsébet, és mi történik? Természetesen Zsigmond, miután megtudja, hogy országának távoli helyén egy kenéznek fia született, most természetesen macska köröm idézője, annyira megörvendett, ugye? De annyira megörvendett, hogy 3 teljes hónapon keresztül csak ezzel a csecsemővel volt hajlandó foglalkozni. A budai állami ügyeket félretette. Ezt is krónikák írják le. És ilyenkor eltűnődik az ember. Hát mi lett volna akkor, ha minden ilyen román, vagy olá, vagy kun gyermek felkerül a királyi udvarba, mert a király ezt annyira szereti, egyébként minden gyermek születésének lehet örvendett. De itt lehet érzékelni, hogy itt tényleg Zsigmond véréről van szó. Igen ám, de tényleg Zsigmond véréről van szó. És ez végeredményben mit jelent? Galambok voltak és nem hollók. Hát, tehát ez végeredményben mit jelent? Hát érdekes, ami itt elhangzik. Azért galamb ritkán repül így neki az ablaküvegnek. Tehát miért kell a vérvonalat most jelen esetben tényleg határozottan hangsúlyoznunk? Mert valamit figyelmen kívül hagytunk. Ki volt Zsigmond? Tehát milyen alapon kerül magyar trónra? 4. Béla egyik leányának ágán. Tehát annak az ágnak, amelyen Zsigmond kerül ide, az ősanyja, 4. Béla királyunk leánya. Na itt válik izgalmassá az ügy. Miért? Mert a sólyom, a turul bucskázott már rég egyet a fején. Kicsit megrázza magát, és mi történik? Holló képében jelenik meg. Mert ha Zsigmond az édesapja Hunyadi Jánosnak, már pedig Mátyás, aki pontosan ismeri saját származását, de nem az a lényeg, mit mondanak róla, engem az tényleg nem érdekel, és gondolom, itt senkit nem érdekel, hanem Mátyás kit tekint nagyapjának. Tehát kit nevez nagyapjának? Hát származással nem lehetett hazudozni, származást nem lehetett hamisítani. Tehát ha Mátyás saját nagyapjának Zsigmondot tekinti, akkor ez a származás mentén az igazi valóság. És ettől mi nem tekinthetünk el. Na miért manipulálják Mátyás származását? Hát azért, mert kiderül, hogy lányágon ő is Árpád vérből származik. Pontosan ezért kell. Tehát elvenni az igazi dicsőséget, elvenni az igazi múltat Mátyás királytól és őseitől. Hát abban a pillanatban itt már Mátyás királyunk Szent Királyok nemzetségének leányági ivadéka. És Hunyadi Jánosról mit mondanak el, amikor már egy kicsit fölcseperedik? De még mielőtt tovább mennünk, tudnunk kell azt, hogy 3 éves Hunyadi János, 3 éves, és Zsigmond egész Hunyad vármegyét ráíratja. Nos, mit csinál? Ezt így szokták csinálni. Minden csecsemőt a palotába, aztán adományozunk neki egy vármegyét. Tényleg hihetetlen az az ostoba közgondolkozás, amely a tényeket egyszerűen nem veszi figyelembe. És erről a vármegyéről kapja természetesen a Hunyadi nevet. Igen ám, de a Hunyadi név megint csak beszélő név. Tehát itt valami visszatér a magyarságon belül. És melyik vonal fog visszatérni? Hát itt a Hunyadiban nem az a lényeg, hogy Huny, hanem az, hogy Hon és Hun. Tehát tulajdonképpen egy olyan Hun mitikus vonal jön vissza egy adományozás útján, ahol Túróci János bátran kiálthatja Mátyás krónikása a világ felé, hogy visszatért a Hunok ősi aranykora, megszületett második Attila. Na ki a második Attila? Természetesen a mi Mátyás királyunk. De hát ne szaladjunk ennyire előre, és mert még egy dátumot sem. Vagyis egy dátum már ugye a 3/4-én
túl vagyunk, tehát gondolom érzékeljük, hogy a származás tényleg nagyon fontos. Mátyásnak tényleg ősi a nemzetsége, és tulajdonképpen itt lehet érzékelni azt, hogy Mátyással mi fog visszatérni. Tehát utoljára ragyogó képében még egyszer a teljes értékű turulnemből származó, holló erőket működtető király visszatér. Hát ha én tudom azt, hogy mikor halt meg Attila király, és jelenlegi időszámításunk szerint mikor született Mátyás király, akkor azt is tudom, hogy Attila és Mátyás között megközelítőleg 1000 esztendő van. Most ilyen véletlenek ám nincsenek a történelemben. Most egy gond van, a magyar történelem évszámai ilyen véletleneken alapulnak. Tehát mindig kerek minőséghez jutok. Mindig jelzi a történelem, hogy tanulj meg számolni. Mert ha megtanulsz számolni, akkor egy vezéreltséget lát saját néped múltjában. Első Lajos király, Nagy Lajosunk, 1326-ban születik. Második Lajos, mikor hal meg? 1526-ban. Na most a kettő között azért gondolom érzékeljük, valami rezonancia van. Tehát Nagy Lajos elindít egy folyamatot, na de mennyire indítja el a folyamatot? Hát ha ő nem hozza be Zsigmondot, nem születik meg Hunyadi János. Ennyire indít el egy folyamatot. És úgy indítja el, hogy ennek a csúcsa lesz Mátyás király, és hát tulajdonképpen a kulcsot valakinek vissza kell vinni a mennyek országába, és ki az, aki úgy visszaviszi? A Mohácsi csata után, augusztus 29-ének éjszakáján, Második Lajos. És itt egy darabig úgy tünet van a magyar királyság történetében. Na de, megint csak most már rátérve Mátyás születésére, tehát Hunyadi János származása gondolom már nem kétséges, és azt sem már tudni, hogy Jánost, Hunyadi Jánost, amikor még 10 éves korban van, Zsigmond mindenhova magával viszi. De mindenhova. Történelmi tény. Hát még a konstanci zsinatra is elviszi, amely azért elhúzódott. És lehetett tudni, hogy ahol Zsigmond megjelent és Hunyadi János, akkor mi ötlött fel az embereknek? Az egyik az idősebb Dalia, a másik a fiatalabb Dalia, és olyanok egymás mellett, mint az apa és a fia. Tehát ugyanaz a királyi méltóság, hát Hunyadi Jánosról elmondják, a testalkata, a megjelenése, az királyi volt. Tehát a királyi felség sugárzott belőle, és ugyanakkor végig élete végéig meg tudta szerénységét őrizni. Na így jutunk el 1443-hoz, február 24-én, természetesen Mátyás hol születik? Kolozsváron. És miért éppen Kolozsváron? Ez megint csak a családtörténet kutatók legnagyobb megrökönyödésére történik, mert ahol tartózkodik Szilágyi Erzsébet már igencsak előre haladott állapotban, az nem Kolozsvár. És nagyon elhúzódó téli időszakot élünk, és lóhalálába távoli tartományokból a hóvihar kellős közepette holló seregek kíséretében lovak húzta szánnal mennek Kolozsvár felé. Miért? Mert Erzsébet ott akarja világra hozni gyermekét. Hát miért nem jó ott, ahol éppen van? Azért, mert Kolozsvár ebben a vonatkozásban kulcsfontosságú tényező. A Kolozs az valamit jelent. Legalább két jelentését érdemes számon tartani. Hát nem azt jelenti, mint a népmesékben a kis Kolozs meg a nagy Kolozs, de ha én tudom, hogy az elnek az erre váltó hangja, és mondjuk tudok magyarul is beszélni, és nem feltétlenül akarom zsizsegtetni a sziszegősöket, akkor ez a kiskoros és a nagykoros lesz. Tehát ez azt jelenti, hogy a kis év keretében és a nagy év keretében fogalmaz, kiskolos, nagykolos történetén belül, mondjuk a magyar hagyomány. Na most ilyen alapon Kolozsvár,
az természetesen egyfelől Korosvár lesz. Magyarul, ha a mitikus szintet foggatjuk, Korosvár, tehát korszakok vára. Na most visszatérünk az elhanghoz, de tudjuk, én most nem használom a táblát, aki nem hiszi, járjon utána. Tehát ennyire nyelvtani tényeket ismerni kell. Na most a K-nak nem csak a magyar nyelvben, hanem általában azokban a nyelvekben, amelyekben vannak köhögős hangok, például K, H, G, G. Van-e a K-nak váltó hangja? Hol keményen, hol gyengén mondják ugyanazt a nevet, és ugyanaz a név lesz. Hát természetesen a K-nak az egyik legígéretesebb váltóhangja ebben az esetben a H. Igen ám, de akkor az milyen vár lesz, ha H-val indítunk? Hollósvár. Tehát Kolozsvár két irányban nyitja meg az utat, ahol a hollós fiú születni fog. Az egyik a korszakok felé, magát a kort jelenti. Látom, hogy a elképedés az ajkán, természetesen, mert csüngünk ajka ajkán, és nem hagyjuk beszélni azt, amit beszéltetni kellene. Hát például Somogyvár térségében van egy szávicai erdő. Soha az életben nem találnánk ki, ha a néphagyomány nem tartotta fent volna azt a történetet, hogy miért szávicai erdő. Nagyon gyorsan a tanulság véget elmondom. Koppány vezér legkedvesebb feleségét menekíti. A legkedvesebb egyébként az egyetlen. Tehát a gyönyörű szép fiatal feleségével menekül. Istvánék már azért úgy jó a nyomába vannak. Koppány egy erdő szélén látja, hogy ennek felesem tréfa. Tehát itt gyakorlatilag ketten tovább menni nem tudnak, de utolsó pillanatban még egy értéket megment. És azt mondja, szájlevica, úgysem jutunk már messzire, szaladj a sűrű, sötét erdőbe. És ahol koppány gyönyörű felesége, hát ez egy Éva minőség. Hát a vica, azt gondolom, tudjuk, hogy minek a változata. Tehát ahol vica leszállt a lóról, azt az erdőt mind a mai napig szávicai erdőnek nevezik. Na most ez a táj, ez beszélni tud. Hát azért van a tájnak múltja, mert van történelme. És helynevet adni ám nagyon nehéz. Tehát visszatérve Kolozsvár esetébe, nem véletlenül születik meg ott. Miért? Mert nem én biztattam Szilágyi Erzsébetet, hogy hajrá, gyerünk Kolozsvárra. Hát bába mindenhol van ám. Tehát miért fontos Erzsébetnek az, hogy a hely az örökre beíródjon az emberiség emlékezetébe? És az csak Kolozsvár lehet, és semmi más. Azért, mert itt mitikus szinten már véges rég a holló működik. Csak nem figyelünk rá oda. Február 24-én születik meg a gyermek, és tulajdonképpen Mátyás nap az rendkívül fontos nap, és az első dátum kivégzése után tartunk egy szusszanásnyi született, mert már látom, már drukkolnak, hogy na szünet, gyerünk most már gyorsan legyen szünet, de tényleg mindjárt lesz szünet, de ezt a mátyásság kérdéskörét most gyorsan végigjárjuk. Tehát Mátyás milyen minőség, milyen tényező? Hát attól függ, honnan nézem. Tehát ha ő Mátyás napon születik, akkor egy Mátyás tulajdonságkörrel születik a világra, és ennek a tulajdonságkörnek a nevét fogja megkapni. Na most Bálint Sándor is leírja az ünnepi kalendáriumban. Mátyás apostol napjának a rangot nem Mátyás apostol adta meg, hanem a mi Mátyás királyunk. Na most ez perdöntő tény, mert még az úgynevezett néprajzi tudományi számon tartja azt, hogy Mátyás nap, Mátyás apostol napja, Mátyás király esetében rendkívül fontos tényező. Na igen ám, de Mátyás apostol volt, Mátyás király pedig milyen király? Apostol király. Tehát itt tulajdonképpen ténylegesen egy apostoli minőség szemünk láttára inkarnálódik, vagy reinkarnálódik, vagy lép be az életbe. Hát a magyar király apostol király. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy a
mindenkori élő apostol a világban nem megholt, nem kivégzett, mártír halált halt, hanem élő apostol az a mindenkori magyar király. Most a magyar királyok tényleg apostolok voltak. Vagyis ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy az apostol az első forrás. Tehát apostolnál többet keresztény tanokból senki nem tud. Miért? Mert van még egy apostol, akit nem szoktak emlegetni, de az Új Szövetségben, például az apostolok leveleiben nem egyszer jelenik meg, hogy ki az igazi apostol. Aki minden apostolt összegyűjt. És az igazi apostol, az maga Jézus Krisztus. Na de visszatérve Mátyásra. Mátyás apostolról mit tudunk? Hát amikor az apostoli 12-es sereg Júdás árulása révén megfogyatkozik, akkor természetesen az apostolok azonnal újra ki akarják kerekíteni az apostoli 12-ességet. És mi történik? Természetesen választani fognak. Hogyan választanak? Sorshúzással. Na, még mielőtt tovább mennénk, az apostol király milyen király? Mondjuk Mátyás esetében is. Választott király. Szó szerint választásról van szó. És ketten vannak a porondon, és Péter vezényli a sorshúzásnak a nagy menetét, és a szerencse, na ez a Hunyadiak szerencséje, és a szerencse Istennek jókedve, derűje természetesen Mátyást választja. És így megint teljes az apostoli 12-esség. Igen, ám, de itt az apostolok választottak. Belépe a képbe még egy választott apostol. Bizony belép, és ez Mátyás életében megint fő tényező lesz. Őt hogy hívják? Hát elindul Saulként, és Saulként nagyon nagy utat tesz meg. Szegény nem is tudja, hogy ő tulajdonképpen nem Saul. És jó lenne, ha mi is végre megtudnánk, hogy ő amennyire Saulként indul, igazából belül soha nem volt Saul. Honnan tudjuk ezt ilyen biztonsággal megállapítani? Mert miközben ő a damaszkuszi úton poroszkál lóháton, legalábbis mondjuk a magyar freskók közül például a Székely Derzsin, a mi Pál apostolunk nem gyalogos úton gyalog teszi meg az utat, lóhátán ül. Na most ahhoz, hogy én lóra üljek, az kell, hogy egy kicsit a lovat más szempontok alapján közelengedjem magamhoz. És ha már tényleg a hátára kerültünk, akkor a világgal egész más lesz a kapcsolatunk. Miért? Mert van egy rálátásunk. Aki ült már lovon, pontosan tudja. Az első legnagyobb élmény, amit egy életre nem lehet elfelejteni, az, hogy magasan vagyok, de nem szakadtam el a földtől és az emberektől. Tehát ez azt jelenti, hogy itt vagyok, de a szempontom, amely a földi életet látja. Gondoljunk arra, hogy a magyarok minden időben az országos ügyeket hol tárgyalták meg. Nem Szent István előtt, Szent István után is. Lóháton. Miért? Pontosan azért, mert fönt vagyunk. Tehát felszállunk a lóra. Tehát eleve megemelkedünk. És bizony így jelenik meg a középkori magyar freskókon Saul megtérése is, lóra kerül. Tehát ez azt jelenti, hogy alá kerül egy minőség, amit ő eddig nem ismert, amit üldözött. Hát a ló az Ószövetségben tudjuk, mit jelent. Hát Júdea királyait, a proféták miért dorgálták meg? Nem fogjuk elhinni. Lovakat tartanak istállóba. Miért bűn ez? Azért, mert a lóval egy szellemiség párosul, amit ők természetesen nem nagyon szeretnek. Ők tudják, hogy miért, de ez egy külön vonal lenne, ha most nagyon faggatnánk. Minden esetre Pál megy az úton, nagy fényesség támad, lebukik a lováról, Székely Derzsi freskon viszont mögötte álló ember, így a ujját használva utána nyúl. Na most ez milyen mozdul? A szó szerint, amikor a kegyelem valaki után nyúl. És így nem tud leesni a lóról, csak előre bukik. És a ló fölött megjelenik Jézus Krisztus,
és a kezéből hatalmas húsos páracseppek áradnak ki. És ezek a hatalmas húsos páracseppek, mint egy energia kiáradás, Pált pontosan fejbe találják. Mi történik? Keresztelés. Hát senki nem tudja, hogy Saulból miért lesz Pál. Mint a világ legtermészetesebb dolga lenne. Na most mi az ismert történethez kanyarodunk vissza, mert ez a középkori magyar freskókon megjelenő tétel. Tehát mi az, ami itt valóban történik? Fényesség támad, jön a hang, maga Jézus, Saul, Saul, miért kergetsz engem? Miért üldözöl? Miért bántasz engem? És itt még elhangzik egy mondat. A modern biblia fordítások torzítanak. Károli Gáspárt kell elővenni. Ott hogy szerepel? Nem rugdolózhatsz az ösztön ellen. Gondolom tudjuk, hogy ez mit jelent. Az ösztön az milyen úton tart kapcsolatot a személlyel? Az ősöknek az útján. Tehát az ösztönös tulajdonságainkat kiktől kapjuk? Elődeinktől, vagyis őseinktől. És gondolom tudjuk, hogy Pálnak nem nagyon beszélnek az édes anyjáról. Mindig csak az apát emlegetik. És ezt miért kell tudni? Mert az a hagyomány a származást az anyai ágazaton tartja számon. Vagyis ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy ő anyai ágon nem volt zsidó. Se többet, se kevesebbet. Csak ennyit jelent. És nem én mondom neki, hogy ne rugdolózz az ösztön ellen, a származás ellen, hanem maga Jézus, térj észhez. Van neked egyéb dolgod is a világban. Na de természetesen egy ilyenfajta névadáson keresztül ténylegesen nagyon-nagyon messzire lehet menni, hogyha tudjuk, hogy tulajdonképpen így jelenik meg a következő apostol. Tehát amikor Júdás árulása révén kiesik, ketten jelennek meg. Az egyik Mátyás, maguk az apostolok választják, égi segítséggel természetesen. A másik Pál, őt egy apostol nem választja, őt maga Jézus hívja el. És melyik a mutatósabb pályakép? Hát nem fogjuk kitalálni. Pál innentől kezdve mindenhol ott van. Népek apostola. Mátyásról tudunk-e valamit? És ez az igazi mátyási sors. És innen kell megérteni a mi sorsunkat Európa kellős közepén. Miért? Mert hogy Pap Gábor egy alkalommal figyelmeztetett arra, hogy Mátyás apostol ugyanúgy térít, Mátyás apostol ugyanúgy gyógyít, Mátyás apostol ugyanúgy tesz csodákat, Mátyás apostolt ugyanúgy megkínozzák és mártírhalált hal. Mátyás apostol élettörténetét viszont a világ nem hirdeti, nem kürtöli szét. Na most ez mit jelent? Ez a legnagyobb lemondás. Ez a legnagyobb áldozat. Tehát tudom, hogy úgy teszek jó tetteket, úgy hajtok végre győzelmeket, hogy a világ erről nem fog tudomást szerezni. Na most ezt jegyezzük meg, mert Mátyásról végeredményben, hát éppen most a legutóbbi időkben lehet tudni, mintha nem is létezett volna ilyen király. Mintha Mátyás egy lett volna, futottak még királyok a futópályán. Hát nem. Mátyás nem is lehet kortársaihoz, de elő- és utód királyokhoz sem nagyon hasonlítani. Annyira rendkívüli és kiváló személy volt. Na most tehát az első a név Mátyás apostol. Ténylegesen Mátyást választják, az apostolt is és a mi királyunkat is. És Mátyás ugyanúgy megszenved mindent apostolként, hogy nem marad meg jó híre a világa apostolként, de mégiscsak tudjuk. A mi Mátyás királyunk Európa ura, a világ ura, és utána úgy csinál a világ, mintha nem is létezett volna. Na ez a világ számára nagy művészet ám, állandóan mellé nézni, nagyon sajnálom őket. Nagyon nehéz úgy élni, hogy állandóan mellé nézzen valaki. Lehet látni ezeket a tekinteteket, mert eleve úgy születik, hogy tudja, hogy mellé fog nézni. Na de ha nagyon mellé nézek, akkor nagy valószínűség szerint mindig mellé megyek a dolgoknak.
És ha valaki mellé megy, hát akkor én ezt nem is kommentálom tovább, hogy még hova vezethet. Na de a Mátyás tulajdonság hogyan jelentkezik február 24-én? Mátyás apostol. Mátyásnak vannak-e még valamilyen minőség megnyilatkozásai? Hát segítek, milyen Mátyásnak a kapcsolata a jéggel például? Hát jégtörő Mátyás. Na most ezt miért kell tudni? Azért, mert nem akárki születik meg. Hát hol választják meg Mátyást, könyörgöm? Jéghátán. Na most erre a napra az időjárási regula mit mond? Mátyás töri a jeget, ha talál, ha nem talál, csinál. Tehát tulajdonképpen Mátyásnak a jéggel való kapcsolata az kettős természetű. Tehát az egyik irányban tömörít, mit tömörít? Mondjuk a vizet, tehát megfogja, állapotszerű. A másik irányban pedig ugyanazt a állapotszerű, kristálytiszta jeget feloldja Mátyás király. Tehát végeredményben ez egyetlen egy dolgot jelent. Mátyás az időjárás vonatkozásában megint csak kitüntetett elsőbséget élvez, és nagy hatalom. Tehát ez azt jelenti, ha lesz feltámadás, tessék Mátyást megszólaltatni. Ha elmarad a feltámadás, elmarad a tavasz, mi történt Mátyás napján? Most Mátyásnak nem csak az időjárási regulák vonatkozásában van kitüntetett szerepe, mert az időjárást mi általában a légkörnek és az évszakoknak, a hónapoknak, napoknak hőmérséklet, fényárnyék arány ingadozása révén tartjuk számon. De például évről évre azt az időszámítást, amit alkalmazunk mind a mai napig, és mindig is alkalmazott az ember, Mátyás meghatározza-e? Bizony meghatározza. Mert egy esztendő nem 366 napból áll. Tehát tudni való, hogy nem tud kikerekedni így csak 4 évenként. Tehát nem egész számú többszörösei adódnak össze a nap és a hold járásának. Tehát ez azt jelenti, hogy évről évre egy darabig marad egy negyed napunk. És mikor szinkronizálódik a naptár önmagával? 4 évenként Mátyás ugrásának napján. Ez mit jelent? Nem csak jégtörő Mátyás főtényező, hanem a Mátyás ugrása is. És ilyenkor mi történik? Hát ma egy józan komputerkezelő választási programot előíró szakember, mert tele van velük a világ, természetesen azt mondja, szökőév, szökőnap. Hát akkor a szökőévben a szökőnapot hova tegyük? Hát miért kérdés ez? Hát van 31-e, jönne elseje, 31-éről ugorjunk egyet, aztán megint jöhet elseje. És érdekes módon szó nincs erről. Február havában jelenik meg, és itt mindig lehetne gondolkozni, 28 napos a február, legyen 22. Nem. Mi történik? 24-e ilyenkor a szökőnap, eredetileg 24-e Mátyás napja. És ilyenkor 25-ére ugrik át Mátyás 24-éről. Na ez Mátyásnak a napja. Vagyis ez mit jelent? Szó szerint azt jelenti, hogy a kizökkent világot, az idő menetéből kizökkent világot, ki az, aki helyre tudja állítani? Tehát kihez igazítjuk? Igazítjuk az igazságos Mátyáshoz. Hát Mátyás nem azért igazságos, mert jogi egyetemet végzett, hanem azért, mert a Sol Justitiae, az igazság napja, Mátyás igazsága által állítja 4 évenként helyre a teljes időkeretet. Tehát addig emlékezzünk vissza, negyed napokkal ugrálgatunk előre. Na most ez ténylegesen üdvtörténeti tényezővé avatja magát a Mátyás szerepkört. Egy kérdésünk van, a mi Mátyás királyunk bele tud nőni ebbe a szerepkörbe, vagy nem tud belenőni? Nem, hogy belenő, túlemelkedik rajta, és elkövetkezik az 5 perc szünet. Köszönöm szépen. Na. Na, idővel hogy állunk? Most már lesz, ami lesz alapon. Tehát egy dátum már megvan,
Tehát az első dátum Mátyás életében, amit meg kell jegyezni, 1443. február 24, általában a történészek február 23-ára teszik február 24-ét. Hogy miért, ez egy külön kérdés. Én személy szerint ragaszkodnék most ebben az esetben a Mátyás naphoz. Tehát 1443. február 24-e. Na most az a világ hónap, amelyben Mátyás megszületik, amelyben a világot meglátja. Az a világ hónap jelen esetben azonos azzal az éven belüli hónappal, amely az ő neve napját jelöli ki. Na most tudjuk-e azt, hogy február 24-e melyik állatövi jegy territóriumának egyik pontját jelöli ki? A halak havának 24-ét író napját találjuk február 24-én. Hát ez egy kicsit nem egészen pontos megfogalmazás, mert nem elsőjével indítunk ilyenkor, hanem hónap végétől, ez mondjuk 21-e, a következő hónap végéig tart egy állatövi jegy érvény tartamnak a hatásköre. Na de ugyanaz a halak, az a nagy világéven belül, ez a precessziós világév, mert gondolom tudjuk, hogy egy éven belül 365-366 napot számolunk meg. Ez egy teljes kört ír le, de ez tulajdonképpen egy évet jelöl ki, mondjuk az ember és a világ történetén belül. Na de ez nem csak azt jelenti, hogy csak így lehet az emberiség idejét számon tartani, ugyanis egy nagyobb egységet is számon tartunk, ezt nem kis évnek, hanem nagy évnek nevezik. A nagy év számontartási rendszere pedig nem feltételezésen, hanem valóságos égi mechanikán alapul. Ez azt jelenti, hogy egy nagy év megközelítőleg kerekítve 26 ezer évig tart. Egy nagy éven belül egy világ hónap 2160 évig. Ez tényleg érdemes megjegyezni, mert tulajdonképpen az emberiség történelmének nagy korszakait ilyen távlatokban már nagyon szépen tudjuk nyomon követni. Tehát ezek azok a híres nagy korszakok, amelyeket a művelődés történet ténylegesen úgy tárgyal, hogy mondjuk a bika kultusznak a évezredeket betöltő ideje. Ez nem bika kultusz, ez azt jelenti, hogy abban az időszakban tavaszonként a nap 2160 évig a bika csillagkép előterében kelt fel. Na most a mi világ havunk a halak világ hónapnak most jelen időben a vége felé jár, de a halak világ havát Jézus születése indította az útjára. Tehát Jézus születésével indul az a világ hónap, amelynek mi jelen pillanatban, vagy a legvégén, vagy valamivel egy kicsit beljebb, de már a halak világ haván belül a legnagyobb utat megtettük. Na gondolom, ez egy kicsit most már túlbonyolítja az időszámítási nyomkövetési képességünket, de nem haszontalan. Miért nem haszontalan? Mert ha halak világ hónapon belül Mátyás a halak havában születik, akkor ez azt jelenti, hogy a mi Mátyásunknak egészen biztos, hogy a feladata, a küldetése egy megváltó típusú küldetéssel lesz egyenértékű. Tehát ezt tényleg jegyezzük meg, mert itt nagyon erősen lehet valamit érezni. Na most egy 2160 éves világhónapot viszont 3-720 éves dekanátusra szoktak felosztani. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy egy világnap 72 ember évig tart. Tehát a nap a maga hátráló útját egy-egy csillagkép előterében tavaszonként
Tehát amikor hátrálva megteszi a 26 ezer éves kört, akkor tulajdonképpen 72 évenként megy vissza egy fokot. Ez végeredményben ténylegesen egy átlagosnak tekinthető emberi élet évének felel meg. És itt viszont a kis idő már lehet érzékelni, hogy a nagy időbe vált át. Tehát ha valaki már megél bizonyos életkort, tehát ha megeszi a saját életének kenyerét, akkor életének derekán végén már nem a személyes gondok fognak előtérbe kerülni, hanem a nemzetnek a gondjai és ügyei. Tehát egy fiatal nemzetben nyilván nem tud gondolkozni. Miért? Mert akkor indul el a személyes életpályája. De életének végén, amikor már megérlelődnek benne bizonyos tulajdonságok, akkor már automatikusan egyre nagyobb léptékben kezd el benne működni saját magának és a nemzetének a sorsa. Na most az egyéni életnek az idejét a kis év mentén tartjuk számon. Évről évre, ebből nem lehet kilépni, hogy Pap Gábor el szokta mondani. Tehát úgy csinálunk, mintha ez nem lenne. Igenis van. Ez az életnek a kerete. Na igen ám, de egy nemzet életét már nem lehet kis évek összességeként megfogalmazni, ott már nagy precessziós éven belül tartjuk számon egy nemzetnek az életét. És az a nép, amelyiknek van múltja, az természetesen a precessziós világéven belül a világtörténelemben meg fogja találni a maga helyét. Na most egy ilyen téridő egység, egy világ hónap, mert 2160 évig tart, természetesen három nagy dekanátusra osztható fel. Ez azt jelenti, hogy a halak világ haván miután hátulról megyünk ilyenkor be, hátráló mozgást végez a napfelkelte, tehát ez azt jelenti, hogy egy világ hónap kezdete, az tulajdonképpen egy téridő egységnek a végénél kezdődik. Na most ez mit jelent? Jézus születése a halakvilág hónap elején van, és a halakon belüli utolsó dekanátus kerül ide, tehát a Skorpió 720 évének az elején. Jön a következő nagy vizes 720-tól 1440-ig, ez pedig nem nehéz kitalálni, természetesen, ha így indítunk visszafele a Skorpió irányából az évkör, a következő vizes elemű állatövi egység a rák lesz. Tehát 720-tól 1440-ig a rák 720 éve működteti, színezi át a halak alaptulajdonságait. 1440-től viszont jön a utolsó 720 év, de tudni kell, ha jelen időszámításunkkal számolunk, mert itt az időszámításokkal lehet, hogy nagy gondok vannak, de a halakba még ez is belefér. Miért? Mert a halak csúszik, szó szerint csúszik. Most Molnár V. Józsefre fogok hivatkozni, hogy tulajdonképpen a halak időszaka az tulajdonképpen azért megfoghatatlan, mert valóban arról van szó, nem véletlenül kap egy-egy állat mondjuk egy hónapot az évkörön belül. A legjellemzőbb tulajdonságok mik lesznek? Ha meg akarom fogni, nagy valószínűség szerint ki fog csúszni. Tehát időszámítási rendellenességek egész biztosan, hogy várhatók ebben a 2160 éves időszakban, jöttek is most. Most nem részletezem, mert nagyon messzire vezetne. De ha maradunk a régi, általánosan ismert időszámításnál, akkor a halakon belüli végjáték, a halak-halak dekanátusa 1440-ben kezdődik, 2160-ig tart. Vagyis ez mit jelent? Ha most valóban 2004-et írunk, akkor a halak világ hava még azért igencsak előttünk van, már mint a véget illetően. Tehát még van mit tenni ebben a világ hónapban. De itt megint van egy nagy gond. Ugyanis a Jelenések könyvében és az evangéliumban, mondjuk maga a fiú az evangéliumokban mire figyelmeztet? Azok a napok megrövidítetnek. Tehát tulajdonképpen a végjáték, mondjuk egy utolsó ítélet szempontjából, kiszámíthatatlanná válik. Tehát nem lehet megjövendőlni azt, nem az, hogy megjövendőlni, elképzelni, hogy mit hoz a holnap. Tehát minden szétesik, minden megfoghatatlanná válik, minden zavarossá válik. Na most milyen a jelen pillanatban a világhelyzet?
pontosan ilyen ingoványos és kaotikus és kiszámíthatatlan. Bármi megtörténhet, már nem csak egy ember életében, nem csak egy családon belül, nem csak egy nemzet életére vonatkoztatva, az emberiség eljutott oda, hogy az egész földi életet egy pillanat alatt megsemmisítheti. Tehát nem kiszámítható a holnap. Várakozni lehet, mert a reménység nagy úr, de ma olyan világban élünk, amit politikusok is elmondanak. Fogalmuk nincs, hogy mi lesz a következő évben. Tehát ennyire nem tud az emberiség előrefelé tájékozódni. És ez ténylegesen ennek a kornak a legjellegzetesebb tüneteihez tartozik hozzá. Na de Mátyás esetében miért lényeges ez? Mert 1443-ban születik. Tehát precessziós világhónapon belül a halak világhavának, halak dekanátusában, és 1443 kis évén belül pedig a halak havában. Na most a halakban két bolygó gyakorolja maga áldásos jegyérvénytartam kitöltő szerepét, egyik a halakban uralomban lévő Jupiter. Na most a Jupiternek a halakban a sötét otthonát találjuk. A világos otthona természetesen a nyilasban van. A nyilas pedig egy nép nemzet viszonylatában rendkívül fontos csillagképnek és tulajdonságkörnek számít. Maga Túróczi János írja le. Nem véletlenül hangoztatják a régi bölcsek, hogy a magyarok a nyilas csillagkép alá tartoznak. Tényleg nem véletlenül. És miért nem véletlenül? Mert ha valaki magyarként születik a világra, akkor tulajdonképpen nem hiányokkal, hanem többlet születik. Honnan jön ez a többlet? Egy kozmikus keretrendszeren belül. Na most a nyilas csillagképnek van egy rendkívül kitüntetett helyzete a csillagos égbolton. Ezt minden csillagász elmondja. Ez minden általános csillagászati ismertetésben szerepel. Na most Pap Gáboron kívül nem nagyon szoktak erre sem természetesen odafigyelni. Ha én a tejútrendszer központját akarom földről keresve megtalálni, akkor tulajdonképpen nekem az állatövön belül egyetlen egy csillagképet kell meghatároznom. És ez a nyilas. Mert a nyilas csillagkép mögött van a tejútrendszer magja. Ez pedig mit jelent? Ez azt jelenti, hogy a tejút központból a tejút energiák egyenesen érkeznek, mondjuk nép-nemzeti tulajdonságok viszonylatában, a magyarsággal erre a világban. Tehát ha a magyarságnak vége szakad, akkor az emberiség és mondjuk kozmikus határokon belül a naprendszer nem tud megújulni. Miért? Mert ma a rendszermű az állatöv 12-es világa zárt hálózat, ha energiát használ fel, természetesen az energiát el is fogyasztja. Na de nincs újra termelés. Ingyen kegyelemből a központból újra és újra érkezik. És ennek a tulajdonságkörnek a letéteményese természetesen a magyarság. És a nyilasban a Jupiter, a magyarok csillaga tényleg erőben, vagyis uralomban van. Na igen ám, de van a másik otthona, a sötét otthona, ez viszont a halakban van. És a halak az egy rendkívül félelmetes terület, mert az úgynevezett ikrek nyilas, tehát a tejút tengelyre merőleges, tehát egymással derékszöget bezáró kereszteződés révén, már mi a szűz halak tengelyben vagyunk. Ez pedig mit jelent? Ez azt jelenti, hogy el szokta mondani Molnár V. József és Pap Gábor is, hogy tulajdonképpen egy precessziós világhónapon belül a magyarság hol van a legrosszabb helyzetben. Hát gyakorlatilag itt a szűzhalak tengelyben, tehát a halakban. És a halakban, ha megjelenik a testvérpár, akkor hogy fog viselkedni? Nem úgy, mint a nyilas túloldalán a ikrek testvérpára, hunor magyar, akik segítik egymást, hanem a halak típusú testvérpárok vetélkedése mibe fog torkollani? Hát természetesen az egyik a másik életét ki fogja oltani. Miért? Mert itt kevés az energia. Tehát itt alig van energia. Nem csak évről évre,
hanem gondoljuk végig, nyilvánvaló módon a precessziós nagy világév viszonylatában itt van a legkevesebb energia. Tehát az emberiség itt váltódhat át tulajdonképpen egy minőségi értékrend képviseletéből mennyiségi utat járó és már-már leépülő emberiségé. Mert itt gyakorlatilag a szerepek, a hatások azok felcserélődnek. És ami a legfontosabb, nincs tartalék, nincs energia. Na most, ha nem itt lenne uralomban a Jupiter, akkor ez azt jelenteni, hogy remény sem lenne a továbbjutásra. Mert itt kegyelemből megyünk tovább. Na most a halakban a Jupiter otthon van, tehát ez azt jelenti, hogy a mélyben működik a kegyelem. Na mi tartja ma fent a világot? Hát emberi számítás szerint, és ez tényleg tény, mert elvégeztek ilyen vizsgálatokat számítógépek bevonásával. Felkértek különböző egyetemeket, hogy vizsgálják meg azt, hogyha ilyen ütemben szaporodik az emberiség, ha ilyen ütemben pusztítja a környezetét, a földi élet meddig fenntartható. És meglepő eredményre jutottak, amit nem nagyon szoktak közzétenni. A földi élet már réges-rég tűrés határon túl van. Tehát mi az, ami működik? Tényleg a kegyelem. Tehát itt már nem mi határozzuk meg azt, hogy meddig, hanem a kegyelemnek a működése. Na de a halakban erőben az esthajnal csillag, vagyis a Vénusz van. És itt egyetlen egy parancsolat van, a szeretetnek a parancsolata. És hát tulajdonképpen itt válik izgalmassá az, hogy Mátyás nevében a Corvinus végeredményben mit fog jelenteni. Mert a Corvinus, ha latinból fordítjuk le, akkor természetesen innentől kezdve Hollós Mátyás. Ő tényleg Hollós Mátyás. Na de a holló hol jelenik meg az évkörön belül? Hát a holló nem a halakhoz tartozik, hanem a vízöntő második holtházát a holló egysége tölti ki. Tehát teljes patthelyzet. És egyszer csak látják, hogy egy holló repül a magasba. Most mit csinál ilyenkor a sárkány? Fölkiált, hogy állj meg, holló, állj meg. Várj meg, holló, várj meg. Azt az egy cseppet, hát attól függ, hány száját fordítja, de a hétből legalább egybe már egy cseppet már engedjen. És nagyon nagy szerencsénk van ilyenkor, hogy nem a sárkány kapja meg ezt az éltető energiát. Mert ez egy rendkívüli energia. Ez hullámzó természetű az energia. A vízöntő csak a nevében víz, elemi tulajdonságait tekintve levegő, vagyis itt egy energia áramlás jelenik meg, és így hullámzik. Na most nem mindegy, hogy milyen energia járja át az embert. Éltető vagy halálos. És itt a nagy pillanatban a hős is fölkiált, hogy állj meg, holló, állj meg. Na igen, ám, de ezzel hány népdalt tudunk elindítani? Hogy állj meg, holló, állj meg. Várj meg, holló, várj meg. Hadd üzenjek anyámnak, apámnak, jegybéli mátkámnak. Tehát van egy olyan pillanat, amikor őseimmel és a belőlem induló jövővel, tehát az én gyermekeimmel a kapcsolat a holló útján teremthető meg. A vízöntő két felé hullámzik. Egy irányban visszafelé, már a nevében benne van, vissza, vissza, vissza. Ez maga a múlt. A másik irány pedig maga a jövendő. Na most, amikor én a hollóval apámnak, anyámnak üzenek, őseimnek üzenek. A holló hova viszi az üzenetet? A múlt felé. Ha jegybéli mátkámnak üzenek, akkor mi már a jövő felé mozdulunk ki, mert a kapcsolatunk eredménye az bizony maga a jövendő lesz. Na most ezért fontos Mátyás esetében a holló. Tehát milyen képességekkel, tulajdonságokkal rendelkezik a holló? Ez alapvető kérdés. A mesében viszont a hős kiált egy nagyot, és kikapja meg a hollótól azt az éltető energiát? Természetesen a hős. Na most tulajdonképpen Mátyás rendkívüli szerepkörét itt lehet igazából tetten érni, amikor már minden ügy veszve van.
amikor már úgy tűnik, hogy tényleg beköszöntött a halálnak a nagy pillanata. Hát a holló, bármennyire hihetetlen és szépeket mondunk róla, hát végül is fekete. Nem tehet róla, de fekete. Na igen ám, de láttunk-e már fekete hollót mondjuk napfénybe repülni? Hát amikor a napfénye a holló tolláról visszatükröződik, akkor én nem fekete hollót látok, hanem egy fény megy ott. Vakítóan veri vissza a fekete toll, a fényes, tiszta fekete toll a napnak a fényét. Tehát a holló az fényes madár. Na most milyen tulajdonságait tartják számon a hollónak? Mert ezeket nagyon tudni kell. Például a nemes ragadozó madarak közül a legnemesebb a sólyom. Kinek a fészkében fészkel előszeretette? Mert ő maga azért nem rak fészket. A holló fészkébe. Tehát ezerszer holló, mint bármelyik más madár. Ez bizony maga a sólyom. Na most a hollónak, ahogy már jegyeztem, és hát a nevéből is, ha én azt mondom, hogy holló, akkor van egy el, meg még egy el, és tulajdonképpen a mással hangzók közé, hogyha én nem ó hangokat, magánhangzókat teszek, hanem a és á, akkor a holló milyen minőségben működik? Pont a halálban, pontosabban a köztes létben. Tehát ezért titokzatos madár a holló, és Mátyás ezért rendkívüli. Mert Mátyás ott hozza a reményt, ahol minden reménységünk elveszett. És maga a holló hozza. Na most a hollóról az ornitológusok milyen tulajdonságokat jegyeznek fel, ezt tudni kell. Nem csak ornitológusok, solymászok is. Hát hollóval lehet például vadászni. A holló rendkívül intelligens. Tehát nem a sas az intelligens, a sas az szírti. Nagyon fenséges, hideg, hűvös, de hát itt már nem sok minden jelenik meg. Olyan birodalmi, de nagyon szeretjük. De most a legintelligensebbek közé a sólyom és a holló szokott tartozni. Mi? Mi velük beszélgetni lehet. Tehát a sólyomot szinte a sólymász szóra tudja bírni. A hollót, aki tényleg ismeri a hollót, azzal tényleg megint csak beszélgetni lehet. És a sólyom és a holló hangja között is érdekes, meglepő rezonancia van. Az ember nem is gondolná. Na most a hollónak van egy nagyon fontos tulajdonsága, és ez tényleg lényeges. És ezek olyan eredmények, amiket tudnunk kell, mert itt minőségek fogalmazódnak meg, és ezt például ornitológusok sem gondolták. Elkészítettek kalitkákat. Hollóról viszont lehet tudni, hogy általában nincs olyan lakat, amit a csőrével meg ne tudna nyitni. Na ugye izgalmas. Rab vagy, rózsám, rab vagy. Rab vagyok, rózsám, rab vagyok. Szabadulásra várok. Tehát, hogy érthető legyen, szabadító minőség. Tehát a rabságból meg tud szabadítani. És amikor mondjuk elvégezték, ez egy nagyon érdekes kísérlet, tehát betették a hollót kalitkába, de még néhány madarat összefogtak, és azokat is külön kalitkába. És várták, hogy mi lesz. Természetesen a holló nagy türelemmel addig mesterkedett, még a kalitkát ki nem nyitotta. Erkélyre tették a kalitkákat. Na most jött a meglepetés, mert mindenki arra várna, hogy a holló visszaszerezve szabadságát, hús, elrepül. De a holló nem repült el. Kinyitotta minden madár kalitkáját, és amikor a legutolsó rabmadár elrepült, akkor repült elő is. Na most így viselkedik a holló, ez egy tulajdonságkör, hogy érthető legyen. Hát a sólyomról is tudjuk, hogy hogy viselkedik. Tehát nem mindegy, hogy én sasról, héjáról, öjvről, vagy sólyomról veszem mondjuk a nemzetség példáját. Mert más és más magatartás minta fogalmazódik meg. Tehát itt most ezt nem részletezzük, mert még a második dátumhoz sem jutottunk el, és nem szeretnék a hollónál leragadni, na de hogy érthető legyen a Corvinus névben. Tehát, hogyha én latinból fordítom, tényleg hollóst jelent. Na de nézzük meg, hogy esetleg magyarul a Corvinus. Annak van-e valami jelentése?
És emlékezzünk vissza, halakvilághónap, halakdekanátus, halakhava. A halakban erőben az önfeláldozó szeretet és szerelem, a halálokat vállaló önfeláldozó szeretet, legmagasabb szinten az esthajnal csillag működésrendje van erőben. Tehát a halakban erőben a Vénusz van magyarul. Ez mit jelent? Soha nem tudna feltámadni a természet, így egy éven belül sem. Most nagyon egyszerű lesz, amit mondok, ha nem szeretne feltámadni. Mert úgy szerette az Isten a világot. Azért valamire figyeljünk fel. A világ szeretet által lett teremtve. És ha nem szeretetből teremtette volna az Atya a világot, akkor a világ megváltására szeretetből a fiát nem küldte volna el. Akkor jött volna József Attila, aki egyébként kiváló költő, és én nagyon szeretem. De azért ő jól oda tudott mondani. Hát mit mond, amikor mondjuk így a világteremtés? Nagyon utálkozhatott az Isten, hogy ilyen csúnya planétát köpött. Gyönyörű ez a planéta. És az Isten nem utálkozott. De az a kor, amiben ő élt már, és az, amiben mi vagyunk, sajnos egyre csúnyábbá kezd válni. És ilyenkor a szeretet az egyetlen út. A feltétel nélküli szeretet. Tehát tudom, hogy halálos ellenségek vesznek körbe, halak, halál közege. És mégsem visszaüt az ember, mégsem visszaszól az ember, mégsem visszadob az ember, és itt lehet érezni, hogy ez a nemzet minden fenntartás mellett gyönyörűen iskola példáját nyújtja az emberségnek. Mert nem száll be a Káinok és Ábelek, Romulusok és Rémuszok világpusztító küzdelmébe. Nem kell egy négyzetcentiméter föld se vissza addig, ameddig nem önként adják vissza azt, amit elraboltak. Na most melyik nép lenne erre képes? Hát azért ne felejtsük el, számtalan alkalom lett volna a legutóbbi időkben is, amikor bizonyos országok megszűntek északon és délen, amikor úgynevezett forradalom robbant ki kelet-dél-kelet térségben. És nehogy azt higgyük, hogy a politika volt a felelős. Nem voltak tömegtüntetések. Mert a nemzet mélyén, végeredményben a szeretetnek a parancsszava találtatik meg. Ha megdobnak kővel, dobd vissza kenyérrel. Na most van ennek üzenetértéke? Hát pont abban a térségben, ahol ez elhangzott, ma ez lenne az egyetlen cselekvési mód. Mert ott aztán dobálnak kővel, de eszük ágában nincs, pedig a világ minden gazdagsága mögöttük van, hogy kenyeret osztogassanak, és ne ilyen nagyon furcsa fegyverekből visszalőjenek. Na most rövidre zárva magát a kérdést, a Corvinus névben, végeredményben nem csak a fordítás ad egy olvasati lehetőséget, hogy én azt mondom, hogy Hollós Mátyás, és akkor tudom, hogy a Corvinus mit jelent, hanem arra kell figyelni, hogy miért vált ennyire hangsúlyossá, hogy Corvinus. Hát azért, mert a kor a Corvinusban mit jelent? Kort jelent. Se többet, se kevesebbet. A Vénusz pedig, hát nem azt jelenti, hogy Vénusz, hanem Vénusz. Na most ebben a korban milyen parancsolat van érvényben? A szeretet, tehát tulajdonképpen Vénusz erőben. Tehát a korban erőben lévő bolygó, az az esthajnal csillag vagy a Vénusz. Tehát Mátyás akármennyire példás hadvezér, tehát mars tulajdonságok, akármilyen kiváló diplomata, mondjuk Merkur, mégis tulajdonképpen ami utána nyomként megmarad, az a feltétel nélküli önkéntes szeretetből halálos ellenségeiért, és aztán ellenségeinkért is hozott önkéntes áldozat. És így jutunk el végeredményben a második dátumhoz, 1458. Na most Mátyást 1458-ban, hát van egy nagy gond, királlyá választják, de királlyá koronázni nem tudják. Tehát ő tényleg választott király. És emlékezzünk az indulásra, királlyá választásának körülményei,
hétköznapiak, vagy rendkívüliek. Természetesen rendkívüliek. Tehát egy hétköznapi királyválasztó országgyűlés olyan nincsen. Mert az tényleg rendkívüli esemény. De itt a Mátyás esetében ténylegesen érzékelni lehet, mint hogyha maga a természet és a teremtő együtt szavat önteni el azt, hogy ki legyen a király. Ez annyira így működött 1458. januárjában, hogy például a kortársi beszámolók egy pápai jelentésben szó szerint azzal, hogy minthogyha égből hangzott volna el Mátyás neve, és az emberek az égi szózat után megvilágosodva kiáltották, most már Mátyás nevét vissza az égbe. Tehát az első megszólalás az, mintha fentről érkezett volna. Maga Pius pápa, a cseh király, számtalan alkalommal elmondják azt, hogy Mátyás nem ember, maga a Teremtő Isten helyezte magyar királyi trónra. Tehát nem emberek választották, Isten adta. És ez aztán a népi mondókákban, népmondásokban, hagyományokban is ilyen rímes szóképekben is megjelenik. Tehát ennek utána lehet nézni. 1458-ban miért nem tudják megkoronázni? Hát gondolom tudjuk, hogy végeredményben maga a választás, még a koronázás kérdése megelőlegezve, hát ez eléggé labilis történelmi helyzetben történt. Tehát László, 5. László lefejeztette Hunyadi János nagyobbik fiát, Lászlót, Hunyadi Lászlót, aki egy katonai talentum volt. Tehát hadvezéri képességeket tekintve, az ember nem mondja azt, hogy Szent Lászlóval vetekedett, de tényleg óriás volt. És hát nem lehet tudni, mi lett volna, ha ő marad életben. Igen ám, de van egy óriási probléma. Nem őt nevelik úgy már gyermekkorától kezdve, hogy egyszer majd magyar király lesz, és ezt megint csak a korabeli krónikákból tudjuk. Mátyást milyen nevelésben részesítik? Nem fogjuk elhinni. Olyan nevelést kap, hogyha majd egyszer úgy hozza sorsa, ő lesz a magyarok királya. Tehát királyfinak megillő nevelésben részesül. És Hunyadi János barátja Kapisztrán Szent János egy alkalommal, amikor éppen misézik egy templomban, az úrfelmutatás után abba hagyja a misézést, és megkéri Jánost, Hunyadi Jánost, hogy a két fiúnak a helyét cserélje föl. Hát a nagyobbik fiúnak az apja jobbján van a helye. A kisebbiknek pedig természetesen a bal oldalon van a maga helye. És Kapisztrán Szent János mit mond? És itt tudni kell, hogy itt tényleg egy áldozat bemutatás után világosodik meg. Azt mondja, hogy innentől kezdve a következőket illik tudni. A nagyobbik fiú meg fog halni idő előtt, a kisebbik fiú pedig, ha megéri, akkor ő magyar király lesz. És innentől kezdve Hunyadi János mindig jobbjára ülteti, vagy a templom hajójában, amikor misén vesz részt, állítja Hunyadi Mátyást. Na igen ám, de milyen lelki ereje lehetett Hunyadi Lászlónak? Hát, hogy érthető legyen, ez a hunor-magyar típusú testvérpár az egyik életét áldozza a másikért, és nem a másik életére tör. Mert Hunyadi László ifjú kora óta tudja, hogy tulajdonképpen neki a jövendő nem sokat tartogat. Mert amikor a királyválasztó országgyűlésen, a Rákosi mezőn, a Dunapartján, Pest külvárosában Szilágyi Mihály elmondja azokat az érveket, hogy miért kell Mátyást választani, akkor többek között elmondja azt is, amit én mondtam, és elmondja például azt, hogy Hunyadi Jánosnak egy ütközet után valahol Bosznia térségében, amikor menekülnie kellett, és egy faluba jövendőmondó asszonyokkal találkozott, hogy a jövendőmondó asszonyok mit jövendőltek neki. És nem neki jövendőltek, hanem legkisebb fiáról. És mit jövendőltek? Király lesz belőle.
Na most így indul Mátyás. Tehát nehogy azt higgyük, hogy Mátyás az úgy keresi a helyét a világban. Mátyás tudja, hogy a sors neki nagy tért nyitott. És egyetlen egy kérdés van, be tudja-e tölteni ezt a feladatot, vagy nem tudja betölteni. És hogy mennyire tudatos volt benne ez a szerepkör, amikor 5. László, Hunyadi László lefejezése után Mátyást fogolyként magával kiviszi az országba, először Bécsben állomásoznak. És ott a bécsi osztrák őrség természetesen Mátyással gúnyolódik. Ezt is leírja például Bonfini. És mind gúnyolódnak? Nevetgélnek. Tehát ezt hozzászoktunk. Ha valaki magyar, azon előbb-utóbb nevetgélni fognak. És mi a nevetgélés tárgya? Hogy ez lesz magyar király? Ez akar a magyarok királya lenni? És Mátyás, hát ahogy ő tudott pillantani, hát én nem mindenkinek javaslom, hogy a szeme elé kerüljön. Ez egyszer a török szultán követének is fájdalmas emlékeket okozott. Mert amikor a szultán követe belenézett Mátyás szemébe, ezt megint csak mondjuk egy Olá Miklós esztergomi érsek írja le. Mohács utáni időkben lesz ő esztergomi érsek. Akkor leírja, hogy a szultán követe már a visegrádi királyi palota pompájának láttán, és egy kicsit úgy megrendült, mert ő még ilyet nem látott, ilyen pompát. És amikor Mátyást a magas trónon látta, és el kellett volna mondani az üzenetet, hát csak annyit tudott mondani, hogy a szultán üzeni. És Mátyás csak nézett. Na most legendásan tudott nézni. Rebzenés, rebbenés nélkül, mint az oroszlán. És általában az embernek a lelkébe látott. És miután Mátyás elunta azt, hogy a török szultán követe nem tud megszólalni, akkor elbocsájtotta mondván, hogy küldjön urad náladnál tehetségesebb követet. Nincs miről beszélni. Na most mindezt miért kell tudni? Mert Mátyás mint ember is rendkívüli volt. Tehát neki rendkívüli képességei voltak, ma ezt így mondanak. És amikor itt fiatal korában, 14 éves sincs még, gúnyolódnak vele. Hát tudjuk, hogy mit jelent, amikor egy felsőbbrendű, demokratikus érzékenységgel megáldott humanista osztrák gúnyolódik. A jobban tudás gőgével. Akkor Mátyás a következőket mondta. Ha a sors engedi, még a tiétek is én leszek. És így engedte a sors. Természetesen úgy lett. Ő lett a király. Tehát hangsúlyozni kell, hogy érzékeljük, ő tudta, hogy mire született. Nagy tettek végrehajtására született. Tehát ez egy vállalt sors. Tehát ő ezt nem tanulgatta, belenőtt. Szépen lassan. Hát Hunyadi János milyen tárgyalásokra viszi magával? Hogy magyarázzák? Hát mivel János nem tudott latinul, vitte Mátyást. Na engedelmet kérek, most már fejezzétek ezt be. Hát abban az időben minden magyar nemes valamennyire tud latinul. Miért? Mert még az 1800-as években is mondjuk az országgyűlésen, hogy beszél ékesen a legműveletlenebb magyar. Ékes latinsággal. Na, hol találjuk ezt Európában? Még egy osztrák mikor szólal fel ékes latinsággal? Vagy egy német, vagy egy francia? És amikor Széchenyi István egyszer csak azt mondta, gyerekek, hagyjuk ezt abba, magunkra maradtunk. Hát Európa már réges-rég túl mélyre züllött. Nincs értelme ennek, beszéljünk magyarul. Ennek most már azon a szinten nincs értelme. Tehát nem azért viszi Hunyadi János Mátyást, hogy legyen neki latin tolmácsa, hanem hogy szokja. Szokjon hozzá ahhoz, hogy milyen a pápa követével találkozni, a Velencei Dózse követével, a cseh király követével. Tehát, hogy érzékelje azt, hogy Európa kellős közepe Magyarország, és a magyarság sorsa nem függetleníthető Európától. Tehát, ami itt történik, az Európára hat ki. Na most, ha embertelen világot terveznek, akkor nyilván a szívét próbálják meg kitépni, mert
amíg dobog Európa szíve, addig Európának emberi természete lesz. Hát ezért kell ezt a szívet, Európa kellős közepét, a Kárpát hazát szétszabdalni, hogy nehogy valami emberi energia innen kikerüljön. És ennek a hátterében már aljas tetteiket szépen végre tudják hajtani. No, tehát 1458-ban Mátyást királlyá választják, és igazából a királlyá választás csodálatos körülmények közepette történik meg. Mert a budai királyi palotában berendezkedik Garai László, berendezkedik Újlaki Miklós, Bánfi Miklós ajtónállómester, tehát tulajdonképpen azok a főurak, akik ha nem is vettek részt László gaztetteiben, a király gaztetteiben, tehát ők voltak a bukott király vagy a hitvány király emberei. Most nyilvánvaló módon ők Hunyadi emelkedésére egész máshogy néztek. És Szilágyi hívására, Szilágyi Mihály hívására nem mentek át a túlsó partra, Rákos mezejére. Hát el lehetett volna így éldegélni, de valami január 24-éről 25-ére virradó éjszaka történt. Na most január 25-én kinek a neve van a naptárban? Jóra forduló Pál. Na most ki az a két apostol? Az egyik Mátyás volt, emlékezzünk vissza, a másik pedig tényleg jóra forduló Pál. Na most mi történik itt? Jóra fordulnak az események, szó szerint jóra fordulnak az események. Hát innentől kezdve Mátyás a Pál kultuszt, ami nem áll meg a úgynevezett Pál apostolnál, egyenesen vezet a pálos rendhez. Hát a pálos rend madara, felségállata, az megint csak a holló. Tehát tulajdonképpen itt a fényes, gyönyörű magyar középkor végjátéka kezdődik. Van egy magyar alapítású szerzetesrend, királyi központból indul, holló repíti őket. És jön az utolsó teljes értékű magyar király, holló szárnyán. Szinte már túlvilági feladatokat old meg ebben a világban. Miért? Mert a nemzet innentől kezdve fél évezredes jelen időben is tartó jövője, az tulajdonképpen egy szenvedéstörténet. És itt válik izgalmassá az a kérdés, hogy egy-egy nagy nemzeti megpróbáltatás után a nemzet teste meg tud-e újulni, új ágakat tud-e hajtani a nemzet. És bizony kiderült, hogy emberi számítás szerint, gondoljunk 1686-ra, 1526-ban még mondjuk 6 millió magyar él a Kárpát-medencében, teljesen kitöltve a Kárpát-medencét. Ehhez fogható sűrűségű ország Európában nincs. Jön a történész, de van Anglia, hagyjuk már abba. Hát a Walesit kérdezze meg előbb a kedves történész. Vagy a skótot. Mikor nevezte magát egy skót angolnak? Edward király, angol király léptet fakó lován, körötte csend, amerre ment, és a Walesi tartomány. Néma Walesi tartomány. Hát az nem tölti ki, tehát az angol nem tölti ki. A magyar viszont önmagával határos volt a Kárpát-medencében etnikai mutatókat tekintve is. Na de mi történik 150 év török jelenlét után? 1 millió magyar sincs a Kárpát-medencében. És utána jön a Rákóczi féle szabadságharc, és utána tulajdonképpen a nemzet ténylegesen látszólag a halálos ítéletét írta alá. És mi történik? Egy nagy csöndes megújulás. És ez Mátyás áldozatának a lényege. Mert a megújító erőket ő járja ki a nemzet számára. Tehát ha nincsen Mátyás, akkor nem jut a nemzet olyan erkölcsi tökéletes szintre, akkor utána az évszázadok tényleg szétdarabolják a nemzetet. De mindig évszázadokon keresztül az ő általa mozgósított erőtartalékokból lehetett megújítani az országot, és magát a nemzetet is. Na most, mi történik a Duna vizével? 24-éről 25-ére virradó éjszaka. Hát Garai László, gondolom tudjuk, az egy nagy nemzetségű család volt már, hát Lajos király emelte fel, nagy Lajos király emelte fel, tényleg nádorok sorát adta.
Hát ő aztán tudja azt, hogy hogy áll az ember két lábbal a földön. Mert egy nádornak nagyon tisztán kellett látnia minden kérdésben. És hol tették le a fegyvert? Hát őket nem érdekelte Szilágyi Mihály. Hát egy kis csetepaté, csetepaté. Hát majd eldönti a fegyver. De hol tették le a fegyvert? Mármint azt, hogy ellent mondjanak a hívásnak. Amikor a Duna jege beállt. Miért? Mert normális emberek voltak. És pontosan tudták, nem létezik. A legnagyobb hidegben sem létezik az, hogy egy széles, hömpölygő, sebessodrású folyó, amelynek felszínén nincs jégtábla, néhány óra alatt úgy beáll, hogy azon egy lovas hadsereg át tud menni egyik partról a másikra. Na mi a helyzet Mátyással? Ha nem talál, csinál. Mert itt Mátyás hatóereje működik már. És ezt annyira lehetett tudni, hogy például a krónikások leírják, hogy Mátyás ekkor prágai fogságban van a változatosság kedvéért. Na most én itt a történelmi szálat elejtem, mert akkor tényleg a dátumok azok megállnak éjfélkor a másfél történelmi dátumnál. Tehát ezek utána olvashatók, hogy mi történik Prágában. És egyáltalán hogy tartja a nemzettel a kapcsolatot. Tehát ezekről ténylegesen lehet tudni. Na igen ám, de megválasztják Jéghátán Mátyást, tényleg Jéghátán választják meg, és miről intézkedik az országgyűlés? Most figyeljünk oda a megfogalmazásra. Mátyást Prágából nagyon gyorsan haza kell hozni, és itt milyen indok szerepel? Mielőtt a jégzajlás megkezdődik. Vajon miért? Hát itt jön a nagy próba. Ha találja a jeget, na Mátyás, most mutasd meg. Ez nem ilyen egyszerű az ügy. Tehát itt lehet érzékelni azt, hogy az indulásánál tényleg természet feletti erők megmagyarázhatatlan, nagyon is meg lehet magyarázni, de hatalmas erők munkálkodnak. És a nemzet ezt tudja. Ne felejtsük el, azok a források, amikből idézek általában, ez például a híres Bonfini Antal. Most ő nem magyar volt, olasz. Ráadásul humanista. Ráadásul úgy írja a művét, hogy néha Mátyás nyilvánvaló módon belenéz. Hiszen Mátyás éppen irodalmi krónikás tevékenységért adott neki nemességet. Tehát ott nagy valótlanságokat nem lehetett megfogalmazni, viszont tudni kell, hogy az eredeti mű elveszett. Tehát innen lehet tudni, hogy a mi krónikáinkkal a képes krónikát leszámítva nagyon nagy gondok vannak. Mert írott szöveget hamisítani a legkönnyebb. Hát van egy gyönyörű mondat, hát például én saját magamról tudom, mondjuk nem sokat érnek azok a kis könyvek, amelyek én nevem alatt megjelennek, mert ezek előadások. Tehát valaki leírja őket, én nem is nagyon nézem át nagyon szívesen, mert elment tőle. Hát az eszem az nem, de a kedvem az tényleg nagyon. És hiába nézi át az ember, olyan iszonyatos nyomdahibák kerülnek bele, hát például ebbe a könyvbe is. Tehát ebbe a könyvbe. Komolyan mondom, hogy tényleg az ember a fájdalomtól már zokogna. Hogy ilyenkor mi van? Na most ebbe a másik kötetbe, abba azért nem kerültek bele nyomdahibák, mert Pap Gábor nem engedte. Tehát ott nagyon kemény munkát végeztünk. Tehát ott nem úgy folyt a nyomdai művelet, hogy általában könyvkiadásnál szokott. Tehát szinte ott állt Pap Gábor a számítógép mellett, ott állt a nyomdára, és vesszőről vesszőre minden mondatot átnézett. Na akkor lehet tudni, hogy általában az kerül ki, amit mondjuk mi írtunk. Különben nem, tényleg egyszer nem lehet tudni, hogy ilyenkor ki működik. Hát őt nyomda ördögének szoktak nevezni, de tényleg működik. Na igen ám, de ha az eredeti nincs meg, másolatok viszont vannak, Bonfinitől is, így értem meg, hogy lehet az, hogy Attiláról olyan szépet ír, vagy egy következő mondatban pedig tényleg valami olyan módon írja le, hogy nem értem, hogy előtte már leírtad, hogy milyen jó volt, akkor mi ez a butaság? Hát az a butaság az akkori tudós nyomdász, aki nem szereti mondjuk a magyar krónikákat, vagy nem szereti mondjuk Attilát.
Tehát ezt soha nem lehet kihagyni a számításból. Minden esetben, tehát visszatérve Bonfinire és egyéb változatokra, Túrócira, azért mégiscsak összeáll egy kép. Minden krónika változatban hangsúlyos, hogy csoda történik, tehát jég, és az is rendkívül fontos, hogy a jégzajlás előtt jöjjön vissza Mátyás. Tehát nem azt hangsúlyozzák, hogy minél hamarabb jöjjön valaki, aki itt király lesz, hanem az idő, a jég. Na most a jég miért fontos? Azért, mert amikor Prágából elhozzák, az kömény gyönyörű pillanat. Az tényleg megint megrendítő. Hát 14 éves. 15. évében, ha jó legyen 15. évében. 14 éves ifjú. És a Morva folyó egyik partján innensőn állnak a magyarok, a túlsón azon a csehek, akik Mátyást hozzák. Mátyás átjön, és megáll a rét kellős közepén. És mi történik? Közbe fölkel a nap bíbor fényben, és ahogy a bíbor fény sugara ráesik Mátyását, azért tudni kell, hogy tél van. Tehát itt a zúzmara, a jég, a hó, hát ez nem akármilyen pillanatok ám. Tehát ilyenkor olyan fényjáték van hajnal táján és napnyugta idején a természetben, az tényleg gyönyörű. És ott áll egy ifjú a seregekkel szembe. Na most mi történik? Abban a pillanatban mindenki térdre esik. De kik esnek térdre? Férfiak. Miért? Eljött, itt van a magyar király. És nem jelenti be a tévé, nem írja meg az újság, ott van. És tényleg király, 14 évesen. És nem parancsolja meg senki senkinek, hogy most térdre Magyarország. Mindenki tudja, hogy itt van Mátyás. Itt van a világ megváltója. Itt van a nemzet üdve. És ebben a diadal menetben jönnek be Magyarország belsejébe, és itt megint a krónikaíró hangsúlyozza, hogy nagyon sietnek. Miért sietnek? Mert a jég már elkezd mocorogni. Hát ahogy közeledik Mátyás, ha van jég, akkor mi történik? Na most jön a jégtörő. És most jön az újabb próba. Ez már szinte a vakmerőség próbája Esztergomnál. Próbára téve a valódi sorsot, az igazi sorsot, gondolom hallottuk már azt, milyen a zajló folyó, tehát a jégzajlás, mintha ágyú szól, az döbbenetes, és eléggé félelmetesen. És a Mátyást hozó lovassereg száraz lábbal kell át a zajló folyón. Miért? Mert tudják, hogy itt aztán, ha tényleg ő, ha nem ő, elsüllyedtünk. Azért vannak ám próbák, na most ezért az ember úgy nézi ezeket a szegény próbálkozásokat politikusokkal. Szóval, hogy mihez tartás véget? Ha az a személy jön el, akkor nincs két Magyarország. Ha az az ember jelenik meg, aki ha el is felejtette magyarságát, újra magyar lesz abban a pillanatban. Mert a megváltó típusú országsegítő, erőket mozgósító hős, az mindannyiunkért jön el. Tehát egységesíti azt, ami darabjaira esett szét. És nem kell hozzá újság, nem kell hozzá hírtévé, nem kell hozzá beltévé, nem kell hozzá kül sajtó. Egyszerűen itt lesz, és tényleg itt lesz. Tehát amiben az ember biztos az, hogy ez az áldatlan állapot még sokáig fog tartani, és még ennél is áldatlanabb lesz, és a szenvedéseknek a küszöbén vagyunk, az is biztos. De vége lesz a szenvedésnek, és a szenvedések nem ok nélkül való szenvedések. Tehát Mátyás pályaképéből ezt világosan lehet tudni. Na most nem tudják megkoronázni, Budába érkezik be, nem tudják megkoronázni, mert nincs szent korona. És így jutunk el a következő dátumhoz, 1464, nem fogjuk elhinni. Március 29. Tehát nem véletlenül választottuk ezt a témát mai napra. Március 29-én, nagypénteken koronázzák királlyá. Miért nem tudták 1458-ban megkoronázni?
mert a magyar szent korona nem volt Magyarországon. Tehát ez már általánosan ismert tananyaghoz tartozik. Albert az első Habsburg király özvegye, tehát ahogy mondani szokták, a Habsburgok végül is jól mutatkoztak be Magyarországon. Mert innentől kezdve normális embernek illúziója nem támadt. Tehát Habsburg Albert özvegye kilopatja a Szent Koronát Magyarországról Habsburg Frigyes bíztatására, az akkori német uralkodó bíztatására. És természetesen a Szent Koronát, ahogy mondani szokták, körülbelül úgy, ahogy ma az ország földjét és egyéb javadalmait, most olyan összegér, hát úgy megvette. Megvette. Na most Mátyás már 1458-ban trónra kerülésének pillanatában célul tűzi ki önmaga elé, amit a nemzet is kíván tőle, magyar szent koronát hozza vissza. Na most hosszú háborúk, alkudozások, diplomáciai tárgyalások eredményeként 1463 karácsonyán már itt van a magyar szent korona. Az országgyűlés értekezik, összeül, és kitűzik a koronázás napját. Következő év húsvét nagyhetének virágvasárnapjára tűzik ki. Miért éppen virágvasárnapra? Azért, mert virágvasárnap egy nagyon fényes, világi királyságot segítő nagy ünnep. Honnan tudjuk, hogy világi királyságot segítő? Hát mi történik virágvasárnapján, a pálmák ünnepén, a virágok napján? Jézus bevonul őseinek városába. Na most ezek az ősök nem biztos, hogy azok az ősök. Miért? Mert Jeruzsálemnek Josephus Flavius szerint is a régi neve Hierosolyma. A solyma pedig mit jelent? Solymot jelent. A hieró pedig mit jelent? Szentet jelent. Tehát tulajdonképpen Jeruzsálem nem a Sálem béke, nagyon jó az is egyébként, mert már vezet a szellem felé, hanem tulajdonképpen az ókori zsidó szerzők szerint is van egy ősibb rétege Jeruzsálemnek. És ez a sólyom felé vezeti el a várost, és a régészeti leletek tekintetében ásatási rétegeken keresztül megyünk lefele, zsidóság, 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 Kánaán, szkíta. Rétegek. Így jelennek meg a régészeti rétegek. Természetesen meddig szoktak lemenni? Addig a rétegig, amíg tudják, hogy ők vannak otthon. Na de nem ők gyökereznek ott. Hát azért ne felejtsük el, ők kapták azt a földet. Eredetileg nem az övék volt. Kapták, na most úgy is kellene viselkedni, hogy a kapott föld adományával azért nem szabadna visszaélni. Tehát csodálatos dolog, hogyha a nép kap földet, hazát kap. Tehát ezt mindenféleképpen méltányolni kellene. És ahogy ők kapták, hát nem nehéz belátni, hát másoknak is helyt lehet álmot adni. Hát előttük is voltak ott népek, alattuk is voltak, és természetesen minden időben népek egymás mellett élnek. És az lenne a csodálatos, hogyha megértenék egymást. Miért? Mert egy atya gyermekei. Egy atya. Ki az atyuk? Ábrahám. Tehát tulajdonképpen testvér tör sajnos testvér ellen. És egy lépés választja el őket a szeretettől, csak a lépés és lépés között úgy tűnik, ott van egy áttörhetetlen üvegfal. Átlátni már lehet, átjárni még nem. No, tehát ennyi bevezető, felvezető után ebben a kérdésben, hogy ősei városába bemegy Jézus, hát tudni kell, hogy tulajdonképpen amióta ott van emberi település, ő az embernek fia. Tehát ez azt jelenti, hogy tényleg központba, az emberiség egyik legfontosabb központjába vonul be. És mi történik? Nagy dicsőséggel, ünnepséggel fogadják, a zsidóság összeszalad, és mit kérnek tőle? Fogadja el a királyságot, és itt dől el valami. És Mátyás esetében is itt dől el minden.
mert virág vasárnapra tűzték ki az atyák, ezek a mi atyáink, csak így fogalmaznak a krónikák, az atyák a koronázás napját. Na most, ha virág vasárnap megkoronázzák Mátyást, akkor tulajdonképpen nekünk nagyon jó sorsunk van. Mátyás bevonul Fehérvárra, az Árpádok, a Turul nemzetség szakrális központját, szinte Nimródót, a szakrális központját megújítja, és tulajdonképpen építjük a Kárpát-medencei királyságot. De az nem szakrális, hanem világi királyság. És a magyar szent koronán itt elől Jézus Krisztus szerepel. Tehát amikor a magyar király fejére kerül a magyar szent korona, akkor rajta keresztül kiszólal meg. Hát itt van fent a keresztpántok találkozásánál az atyát ábrázoló zománc kép. Ez emberi szem számára láthatatlan, mert nem tudunk úgy a király fölé emelkedni, hogy akkor most én lássam, ez a technika csodája. Tehát, de semmi gond, most mindenki nyugodjon meg, hát ettől életszerű minden. Tehát bármennyire hihetetlen, bármelyikünkkel előfordulhat ám ilyen. Tehát ilyenkor könnyű azt mondani, hogy tessék kikapcsolni, de nagyon nehéz. De nem lehet, hát itt energia többlet van, most töltjük ezt a szerkezetet, adjuk neki. Na onnan tudom, hogy most egy olyan helyen lakom, ez most egy, úgy látszik, ez egy ilyen zárójeles önhelyzet ismertetés, hogy nincs telefon. Tehát nincs telefon. Ezért baráti utakon kaptam egy mobiltelefont. Most pontosan tudom, nem hordom magammal, Isten ments, de hát betölti azt a szerepet, hogy mégis átmenetileg, amíg telefonhoz nem sikerül hozzájutni, addig valami el tudjanak érni. Na de a mobil dugni kell. Tehát tulajdonképpen az embernek újabb és újabb élményei támadnak, hogy hát bizony ezt be kell látni. Tehát ez egy energiát fogyasztó, lemerülő szerkezet, és időnként, hát mit tudom én, mit kell csinálni. Ezért nagyon, hogy mondjam csak, na nem részletezem tovább, mert aztán nem tudunk hazamenni. Tehát a mobil társadalom világában a mobil az egy önálló lény. Tehát önmagától küld SMS üzenetet, gondolom ezt tudjuk. Tényleg így van, tehát nagyon kell vigyázni, nem véletlenül hozzák forgalma, mindenki ezt oda dobják. Egyrészt nagyon veszélyes, nyilván nagyon sok mindenre jó, de elfelejtünk valamit. Önállósulni is tud. Hát ezt azok tudják, akik mondjuk orvos, tehát aki tényleg állandóan használja. Hogy már nem mernek elküldeni üzenetet, mert a beérkezett és küldött üzenetekből valami újra fogalmaz valamit, és elküldi oda, hova ő életében nem küldött. Most itt tartunk, hát ez a falanszter világa, hogy Madách Imre ezt bevezette. Na ez a hálózat. És amit mi mindig csak ilyen tudományos, fantasztikus filmek útján, hát benne élünk, már észre kell venni. Csak van egy bizonyos minimum, ahol az ember azért nem tapasztal ilyen kellemetlen meglepetéseket. Hát ez barátomtól tudom, aki frissen nősült, és nagy bajba volt, mert az újnak és réginek, hát nagyon nehéz volt üzennie, mert ezek néha úgy összekeveredtek, és ő aztán... No. Tehát rövidre, zárva a magyar szent koronát, itt fent az Atyaisten ábrázoló zománc kép látható. Igen ám, de a keresztpánton lévő zománc képek közül torzítás vagy íves lődésmentesen egyet sem látunk. Egyetlen egyet látunk ívelődni, ez János apostol ábrázoló zománc kép. A 8 apostol közül pedig, mivel vagy éléről látom őket, vagy hátul vannak, vagy takarásban vannak, senkit nem lehet látni. Na most az abroncsról, mert a párta az abroncsból ragozódik ki, tehát hozzá tartozik, ott az arkangyalok itt elől már hátrafelé ívelődnek, egyetlen egy zománc kép van, amely mindenféle ívelődés, emelkedés, torzulás nélkül, és erre megint csak Pap Gábor figyelmeztetett, amíg direktbe néz az alattvalók felé. Na ez maga Jézus Krisztus. Tehát a magyar királyban kimunkálkodik. Atya
köldökén keresztül a kereszt révén jön le az energia, és közvetlenül itt válik láthatóvá teljes értékű módon, de kiben aktualizálódik a fiúi szerepkör? Természetesen a magyar király szerepében. És hogyha itt a virágvasárnap előtérbe kerül, akkor egye biztos, hogy azt nem magyar királynak hívják. De a nemzet utolsó erejével, amikor még nem akar, hogy mondjam, csak szakrális királyságot működ, mert miért? Mert az ember egy kicsit úgy gondol, hogy hát, ha nem felejtsük el, hát maga Jézus az olajfák hegyén mit mond? Atyám, ha akarod, múljon el tőlem ez a pohár. Hát nem olyan egyszerű ügyám ez. És itt a nemzet, ha akarod, legyen virágvasárnap. És akkor nekünk nagyon jó lesz. Hát, ha az emberiségnek is. Na de mi történik? Hát a húsvéti időszámítás külön tudomány. Tehát ez azt jelenti, hogy tavaszi napi egyenlőséget követő telihold utáni vasárnap, a húsvét vasárnap, ez mozgó ünnep. Tehát ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen március 23-ától kezdve, április 25-ig egy ilyen sávon belül mozog a húsvét vasárnap. Tehát oda megy és visszajön, oda megy és visszajön. Tehát egy ingázó mozgást végez. Na most 1443-ban, mivel ez mozgó ünnep, közvetlenül a tavaszi napi egyenlőségi után jelent meg a várományos ennek a húsvét vasárnapságnak. Igen ám, de ebben az időben, és ezt mi is megtapasztaljuk, van, amikor még lényegileg a télhez közelebb vagyunk, mint időben a tavaszhoz. Tehát hirtelen időjárásváltozás történik, és ahogy leírják a krónikásaink, a tél keménysége miatt a nemesek a távoli tartományokból nem érkeztek fel virágvasárnapjára. Nem érkeztek meg. Na most érdemes valamire felfigyelni. Ugyanis ma fejlett polgári demokráciák ezt hogyan döntenék el? Hát nem érkeztek meg, és akkor mi van? Itt van a törpe kisebbség, egy arányosságon belül majd eldöntik ők. Na de itt van egy nagy probléma. A Magyar Szent Korona tagjai a magyar nemesek. A Magyar Szent Korona pedig nem tárgy, hanem élő, személyes minőségnek tételeződő erővel rendelkezik. Tehát a benne foganatosított erő, amennyire egyetemes, annyira személyes. Tehát végeredményben egy-egy királyavató szertartáson a nemzet egészére van szükség. Miért? Mert a korona alatt a nemzet teste egyesül. A feje a király, és a tagjai pedig a nemesek. Tehát nem hiányozhat senki sem. Na most mikor érkeznek meg teljes számmal? Nagy csütörtökre. Na de nem hajnalra, hanem úgy szépen a napnak valamelyik idején már együtt van mindenki. Ez viszont az utolsó vacsorának az ünnepe. De most el lehet tűnődni azon, hogy az utolsó vacsora ünnepének asztalán a magyar nemesség miről tárgyalt. Mikor koronázzák meg Mátyást, ha virág vasárnapjára kiírt szertartás, a természet megakadályozta az időjárás. Hát mi nagyon egyszerűen intéznénk el, következő nap nagypéntek, na de nagypénteken böjtölünk, nagypénteken virrasztunk, hát akkor nagyon fáradtak vagyunk, hát akkor nem lehet királyt koronázni. Hát álló délben a király egy a koronázási dombon, a táncoló lova hátán, miért szó szerint táncol a ló? Tehát körbeforgatja egy tenyérnyi helyen a király a lovat, és a négy égtáj felé, minden égtáj irányába a kardjával a kereszt jelét rajzolja le. Ezt nevezik egyébként napvágásnak. Miért napvágás? Mert a nap
álló délben, egy napon belül saját pályájának csúcsára jut, és ilyenkor a király nem elijeszti az országra támadó ellenséget, hanem mint szakrális király a királydombon, a világdombon, a föld közepén kijelöli az ég tájakat. Tehát tulajdonképpen újraindul általa a világ teremtése, tehát szó szerint megújul. Utána pedig fényes ebéd ideje alatt nem csak ételi találdozatot mutat be, hanem természetesen nagyon fontos ügyekben intézkedik a király. Na most, ha nagy pénteken koronázunk királyt, jön a hétköznapi logika, hát eleve a nagypéntek szabályai ellen véten, igen, ha zsidók lennénk. Tehát ezt jegyezzük meg. Tehát ezt körülbelül a szombaton lehet-e jót tenni. Szóval elképesztő, hogy milyen megoldások születnek olykor akkor, amikor fontosabb a betű, mint a lélek. Na most itt viszont a nemzet tényleg dönt. És fel lehet tenni egy kérdést. A nemzetnek Mátyás óta nagy csütörtöki sorsa van, vagy nagy pénteki sorsa van? Hát ha nagy csütörtöki sorsunk lenne, még mindig az asztal mögött ülnénk, és értekeznénk az áldozatról. Egyél, igyál, étel, ital, testem, vérem. És tulajdonképpen ilyen örömlakomák keretében élnénk át az évszázadokat. Csak hogy a magyarság sorsa azóta nem csütörtöki sors, nagy csütörtöki sors. És emlékezzünk vissza Corvinus nevébe. Tehát a kor és a Vénusz jelenik meg. Na most a napok vonatkozásában a napok miről kapják a nevüket az ókor óta? Napokról vagy bolygókról? Saturday, szontág, könyörgöm, ébresztő. A hét nap a hét bolygóról kapja a nevét. Na de mióta? Több ezer éve. Tehát az emberi emlékezet óta. Na most azt is tudjuk, hogy a péntek melyik bolygó napja. Nem a Merkúré, nem a Holdé, nem a Jupiteré, nem a Szaturnuszé, nem a Napé, hanem a Vénuszé. Nagy pénteken mossa holló fiát, ma koronázzák a magyarok királyát. Ismerjük ezt a népdalt? Na ki a holló fia, akit nagy pénteken koronáznak? Tehát még egyszer elmondom, nagy pénteken mossa holló fiát, ma koronázzák a magyarok királyát, mikor? Nagy pénteken. És innentől kezdve nagypénteki sorsot él a nemzet. Ugyanis még nagy csütörtökön el lehetett dönteni, hogy hogyan tovább. Hát ha ez szakrális királyság, és a magyar király Isten fiúi jogkör alapján gyakorolja a hatalmat, ha az első királyunkat karácsony napján koronázták meg, tehát mondjuk úgy, hogy 1000 karácsonyán, Jézus születése napján, akkor a teljes értékű utolsó magyar királyt vajon nehéz belátni? Hát azért ők egy kicsit jobban ismerték ám a történelmet, és a nemzet küldetését is. És bizony, hogy miért nem tették húsvét vasárnapra, erre is lehetett válaszolni. Az a feltámadás ünnepe, könyörgöm. Tehát olyan, hogy átlépek a lényegen, és jelentkezem a feltámadás folyosító irodánál, hát ilyen tényleg nincsen. Tehát át kell sajnos menni a halálon. Tehát feltámadni csak azt tud, aki át kell a halálon. Na most a nemzet, amikor még ura önmagának, amikor igazi szakrális királya van, hogy dönt a nemzet nevében, és a mi nevünkben, mert itt a jelen időszaka fontos. Tehát ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy a múltból a jövő felé tekintve
láttak a kései generációkba annyi emberséget, erőt, talentumot, erkölcsöt, hogy rábízták az utódokra ennek a küldetésnek a következetes véghezvitelét. Tehát helyettünk is vállaltak valamit. Miért? Mert bennünket alkalmasnak tartottak. Hát az akkor még messze előre tudott tekinteni, mert pontosan tudta, hogy a múltban mi van a háta mögött. Tehát a kettő egy lényegű volt számára. Amennyire ismerem a múltamat, annyira látom tisztán a jövőmet. Hát a jövő az nem egyszerűen úgy jelenik meg, hogy van, de a múltról lehet tudni. Amiben éljük az életünk, az a szakadatlan múlt. Én most nem részletezem, mert erről szó volt. Hát én mire elmondom ezt a mondatot? Mihez tartás véget? Ez a jelen vagy a múlt? Már mögöttem van. Már kiderül, hogy tulajdonképpen ami legvalóságosabb, az maga a múlt. Na most ezt azért nem érdemes odaadni annak, aki nem érdemli meg, de annak sem, aki mindenáron el akarja venni. Ez a mi élő eleven múltunk. Tehát ha van múltam, tudok élni. Lélegzik bennem a múlt, az idő, a jövő és az egész világegyetem. Hát József Attila, megint idézem, én úgy vagyok, hogy 100 000 éve nézem, amit meglátok hirtelen, mert 100 000 ősöm szemlélteti velem. Tehát bennünk él a múlt. Ahogy Molnár V. József életrajz könyvének címében fogalmaz, valaki él bennem. Na most az a valaki a saját népem, a saját nemzetem. És ez nem hova tartozás kérdés, felismerés kérdés. Tehát ezt azért be lehet látni. Tehát nagypénteken koronázzák meg Mátyást, minden jel szerint tényleg nagypénteken, hiszen itt lehet érzékelni, hogy a mitikus, kozmikus üdvtörténelemnek a szinterén minden a helyére kerül. Tehát ez a bizonyos kora Vénusz, a Corvinus, ez bizony kijelöli azt a napot is. Tehát a hét napjain belül, ez bizony tényleg a Vénusznak a napja. Ez tényleg a nagypénteken mossa holló fiát. Időszaka. És pontosan tudja az akkor még azt, amit mi itt elmondtunk, halál nélkül nincs feltámadás. Vagyis ez mit jelent? Nincs megváltás. Mert ez azt jelenti, hogy halálos ellenségeinkért is vállalt önkéntes áldozatot hoz ez a nemzet. Hát ez a példázat. Ez ennek a kozmikus, egyszer mint emberi időszaknak a parancsa. Ez nem a törvény korszaka. Hát a törvényben mit írnak elő? Hát nem azt, hogy új parancsolatot adok néktek, hogy szeressétek egymást. És nagyon könnyű szeretni azt, aki szeret. Na de milyen nehéz szeretni azt, aki nemhogy nem szeret, hanem gyűlöl. Az a legnehezebb. És a magyar nemzet programjában, végeredményben az jelenik meg, hogy én a saját tapasztalatom és történelem ismeretemben belül egyetlen egy népet ismerek, amelyik évezredes nagyságrendben bizonyította, hogy halálos ellenségeiért is feltétel nélkül tud áldozatot hozni. És ha bajba szorulnak, megsegíti őket. Hát gondoljunk arra, hogy mi volt az úgynevezett forradalom idején Romániában. Hát nem csak a magyarnak vitték Magyarországról életük kockáztatásával a segítséget, levitték Bukarestig, és mindenkinek jutott belőle. És kinek jutott eszébe itt az, hogy mindent vissza? Senkinek. Tehát, hogy érthető legyen, ez az emberségnek a programja. És ez tényleg magasztos, ezért érdemes élni. De azért, hogy más népeket utánozzunk és egymás életére törjünk, hát az az ő dolguk legyen. Úgy is alakítják maguk körül a történelmet. És ez nem a gyengeség jele, gondolom, tudjuk. Tehát legnagyobb ereje annak van, aki úgy tudja, hogy soha nem fogják neki viszonozni. Mert az nem segítség, hogy érdekbe, hát tudom, hogy visszaadja, adok neki. Kamat az ablakban. Az nem segítség. Az egészen egyszerűen számítás. A számításban pedig semmiféle szeretet nem szokott jelen lenni. Következő dátum, és
ez az utolsó. 1490. Most 1490 Mátyás halálának napja. Na de hol kezdődik? Virágvasárnap nagy hét. Most gondolom, érzékeljük, hogy itt tényleg a sors működik. És nem is akármilyen sors. Mert ha őt tényleg nagy pénteken koronázták meg, akkor az mit jelent? A személyes életében elkerülheti a nagypénteki szenvedést? Hát nagy csütörtök ágyban párnák között. Utoljára még eszem és iszom. Na de nagy péntek, hogy hal meg Mátyás? Könnyedén, vidáman önfeledten, vagy írtózatos szenvedések közepette? Írtózatos szenvedések közepette. És 1490 virágvasárnap, Bécs főtere. Leírják a krónikásaink, hogy Mátyás egy emelvényen ül, tehát az emelvényen van egy trónus, szépen hátrafogott, rendezett hajjal, méltóságos arckifejezéssel, és fogadja a követeket. Viszont a trón előtt egy oltár van. Ezt is nagyon szépen megírják. Na most igen ám, ha oltár van a trón előtt, akkor a követek oltári szentségen keresztül látják fönt Mátyást. Tehát Mátyáshoz az út már az oltári szentségen keresztül vezet. És az utolsó követ, akit fogad, a Velencei Köztársaság követe. És példaértékű az, ami itt történik, mert egy hófehér, felnyergelt, felkantározott lovat ad a követnek. És lehet tűnődni, hogy miért. Ez Mátyás üzenete azoknak, akik csak lopni és csalni és gonoszkodni tudnak a világban. A Velencei Köztársaságról már az Árpád-korban lehetett tudni, hogy minden időben képes szövetségbe lépni azzal, akik a magyarságra rátörnek. Tehát így Velence szövetségese volt a tatároknak. A Velence szövetségese volt a töröknek. Hát a török a kémszolgálatának főhadiszállását hol rendezte be? Velence. Na most Mátyás viszont mit ad ezeknek oda? És emlékezzünk a második bejövetelre. Árpád mit küld azoknak, akikről azért kíváncsi, hogy méltók vagy méltatlanok. Hófehér, felnyergelt, felkantározott ló. Mert pontosan tudja, hogy mi nyílt lapokkal játszunk. Itt van Magyarország, a fehér ló országa, a fehér ló tulajdonságainak a népe. Ezzel a minőséggel utánam, mondja Mátyás, azt csináltok, amit akartok, jól is bánhattok vele. Elvégre most itt a tiétek lett. Na, hogy bántak vele? Úgy, ahogy annak idején Szvatopluk nyilatkozott. Azt a lovat pedig üssék agyon. Darabolják fel, a nyerget dobják a Dunába, a kantárt pedig ki a mezőkre. Ezt tudják csinálni a Kárpát-medencével. Meggyilkolni a benne lévő életet és földarabolni a földet. Abban tényleg élen járnak. Na most ezt követően Mátyás visszavonul a szobáiba, és egyetlen egy mondat hagyja el az ajkát. Éhezem. Na van ennek váltópárja valahol? Szomjazom. És amikor ő azt mondja, hogy éhezem, megjelenik egy Péter nevezetű ember. Na most Péter akárhogy ismeri a történelem tudomány, mert lehet tudni, igen, Mátyásnak volt egy Péter nevezetű, nyilván ajtónálója, főétekfogója, vagy bármi. Hát aki éppen ott volt és Péternek hívták. Na de a Péter név beszélő név ám. Páter. Mit jelent a Páter? Atya. Tehát ki az, aki hozza a fügét a fiúnak? Ki az, aki nyújtja a fügét? Az atya nyújtja. Teljesen mindegy, hogy aztán a hétköznapi sors színpadán ez hogyan történik, de ez már a kozmikus üdvtörténelemnek a mentén halad. A füge ugyanis fontos tétel. Miért? Azért, mert ettől függ
innentől kezdve a magyarság és az emberiség sorsa. És ahogy egyszer Grácz Antal figyelmeztetett, ha már ennyit elmondtam, akkor tegyem hozzá, hogy a kereszten pedig függni is lehet. Tehát tulajdonképpen ebben a függében tényleg minden megjelenik, amit mi magyar nyelven belőle ki tudunk hozni. Gondolom nem nehéz belátni a böjti időszakban, ha valaki éhes, mondjuk virágvasárnapján. Hát én már böjtöltem. Soha nem jutott eszembe, hogy fügét kellene enni. Főleg akkor, amikor füge érésnek nyoma nincsen. Hát ne felejtsük el, ez a virágvasárnap most április elején van. Mert mozgó ünnep a húsvét. Viszont, és itt lép be az üsztörténelem, mi történik virág vasárnapján, amikor Jézus bevonul Jeruzsálembe? Meglát a falak tövében egy fügefát. Emlékezzünk vissza. És szól Péternek, hogy hozzál nekem fügét. Na most mi történik? Annak a fának gyümölcsét hozd el nekem. Péter odaszalad, látja, hogy ott ugyan nincsen semmi, visszaszalad, és jön az evangéliumi magyarázat, mert nem volt még itt a fügeérés ideje. Hát gondolom azért Jézusról el lehet hinni meg az apostolokról, hogy azért csak tudják, hogy fügeérés ideje van, vagy nincsen. És mit mond Jézus? Ha nincs rajta gyümölcs, és nem eszik rólad senki, ne is legyen, és ne is egyék rólad senki. És itt kell valamire fölfigyelni. Innentől kezdve a megváltástan úgy megy tovább, hogy többé fügefára nem lesz szükség. Igen ám, de az emberiség úgy elaljasodott, hogy egyszer csak megjelenik. Tehát sajnos megjelent. Eljött az az időszak, hogy valakinek erről a fáról azt a gyümölcsöt az emberiség érdekében újra le kell szakítani. A magyar nyelvben mit jelent a füge? Én most nem írom föl a táblára. Az F-nek olyan váltó hangjai vannak, nem csak a magyar nyelvben, az úgynevezett azonos helyen képzett hangok közül a P, V, B, V, F. Mondjuk Bálint Valentin ugyanaz. Na most a füge itt F az V-be íródik át, és jön a G. Ha van életnek fája, akkor ha fügefáról kell venni a példát, mikor? Hát Jézust kérdezik, mikor jön el a világ vége, mit mond? A fügefáról vegyétek pedig a példát. Aztán a Jelenések könyvében a 6. pecsét felszakítása után, ahol már csak a 7. és nincs visszatérés. Hogy hullanak le az ég csillagai? Mint a fügefát, amikor a nagy szél rázza, és az éretlen gyümölcsök, ezek a hulló csillagok úgy hullanak le. Éretlen, tehát idő előtt következik be valami. Tehát itt lehet érzékeny, na Mátyás, hát ez már annyira szenvedés történet, hogy ez már tulajdonképpen apokalipszis történet is. Mert ez már rég nem az élet fája, ez már a végnek a fája. Tehát a fügefa a végét jelenti egy fában megmutatkozó folyamatnak. Na de milyen nyelvben könyörgöm? Az ember nem érti. Hát próbáljuk meg arámi nyelvből a világvége jóslatok, amelyek fügefához kötődnek, eljutni ahhoz, hogy vége. Akármilyen nyelvpörgetési készsége, nem lehet. Latinból ki lehet? Nem lehet. Magyarból ki lehet? Hát így működik a magyar nyelv. És az a fontos, hogy hogyan működtetem. Hát, hogyha nem használom, nem fogja ezt az arcát felém fordítani. És gondolom, tudjuk, hogy a füge az nagyon makacs ebben a pillanatban. Tehát egyszerűen a hagyomány ettől nem tágít. Tehát Mátyás egy úgynevezett fügét vesz magához, és ezt Péter nyújtja neki át, hát beszélő név Páter, vagyis ez azt jelenti, hogy ezt a helyzetet ő vállalja. Ez volt az utolsó pillanat, amikor Mátyás még beszélni tudott. Mert utána kezdődnek a pokoli kínok. Milyen? Minthogyha a fán függne. Na ez az igazi passió. Mert ez tényleg szenvedés történet. És Mátyás 3 napon keresztül vívja Ádász csatáját a halállal. 3 napon keresztül.
és ordít és bömböl a fájdalomtól. Na de miért? Hát csatákban forgolódott, sebeket szerzett. Lehet tudni, hogy egy havasalföldi hadjáratnál egy nyilvesszőt vagy a gerincébe, vagy a gerince mellélőnek. Tehát beleáll ide a hátába. 3 évig a nyilvessző hegyét nem tudják kiszedni. Na milyen fájdalom ez? Hát pok, gondolj, becsípődik valakinek itt, és akkor lehet tudni, hogy és tényleg pokoli fájdalom. Na de idegen anyag, vas ott van, és nem lehet kiszedni. És utána nincs az, hogy Mátyás félrevonult és gyógykezelés. Mátyás ugyanúgy megy hadjáratról hadjáratra, fogadja a köveket, követeket, egy arcizma nem rándul. Na most ezt azért kell tudni, mert az ő szervezete tényleg nagyon edzett. Tehát minden fájdalmat tűr. Hogy milyen lehetett az a fájdalom, ahol ő egyetlen egyet tud kiáltani. Mit? Jézus. Tehát csak Jézus nevét tudja kiáltani. Mást nem tud. És leírják, és ezt a szemtanúk közlése alapján, hogy Mátyás tulajdonképpen a halállal küzd. Nem a saját halálával. Mivel? A nemzet halálával. Tehát én mi érettünk küzd akkor. Ma úgymond a nemzet halál víziója. Ez nem vízió. Itt most tényleg a halállal küzd meg Mátyás. És diadaltarat? Igen, diadaltarat. Halál, hol a te fullánkod? És 3. napra Mátyás reggel, április 6-án, a 3. napon elcsendesedik, és szemének fényével vesz búcsút a világtól. Miért? Mert nem véletlenül nem tudott ám megszólalni. Hát ahol egy férfi nem tud beszélni, ott nagy valószínűség szerint van közreműködő, aki megakadályozza, hogy szóhoz jusson. Ugyanis még a kezdet kezdetén, amikor még úgy a fájdalom nem hatalmasodott el, gyorsan hivatja Korvin Jánost, és hivatja Beatrixot. Miért? Hát ne felejtsük el, az utolsó szavak azok döntők. Hát ott van a nádor, ott van mindenki. Mit mond Mátyás? És Beatrix szétfeszíti Mátyás száját, és leönt valamit a torkán. Ez az anyag pedig a nyelőcsövét szétmarja. Na ez Beatrix. Ő a király felesége. Hogy nehogy Mátyás azt mondja, amit egyébként lehet, hogy nem is mondott volna, mert sokkal nemesebb lelkű. De egy Beatrix így viselkedik. És gondolom, tudjuk, azért nagyon ott vannak. Tehát mindig ott vannak. Arra mindig ügyelnek, hogy egy közülük oda kerüljön, ahol azért nem kellene ott lennie. És mindig megtalálják a nemzet életében azt az embert, aki mellett megjelennek, és megpróbálja akadályozni minden áron. Hát gyorsan érdemes végigpörgetni. Szent István Gizella, 2. András, Meráni Gertrúd, Mátyás király Beatrix. És azért nagyon komoly tényező ám egy királynő. Miért? Vagy királyné? Mert a magyar királyné vállát a magyar szent korona megérinti. Tehát a királynénak igenis vannak jogai. Tehát tehetne is a nemzetért. De ha idegen érdekek szolgálatába áll, akkor természetesen előbb-utóbb idegen érdekeket fog követni. És van egy bizonyos hatókörzete, amelyben elgondolásait valóra válhatja. Na most beáll az úgynevezett látszólagos halál, honnan tudjuk. Itt egy külön időszak következik, minden esetre hajóra teszik Mátyás testét, és hajóval 60 gyászfeketébe vont hajó. Hát ez nem akármilyen látvány lehetett. A Dunaistenen, ahogy szépen így méltósággal jön, hozzák az utolsó magyar király testét, teljes értékű, tehát nem utolsó magyar király, teljes értékű magyar király testét. Fehérváron kötnek ki a hajók. Most gondolom, tudjuk, hogy ez mit jelent. Nem a Balaton és a Velencei tó közötti Fehérváron, hanem a Dunakanyar térségében lévő királyi Fehérvárnál kötnek ki a hajók.
Mátyás ravatallon van, a fehérvári bazilika kertjében, 12 bíborba öltözött páncélos vitéz veszi körül a ravatalt. Az arca az látható, amit azért kell tudni, hogy mert pillanatok alatt Bécsben úgy intézkednek a továbbiakról, hogy azon nyomban lezárják a koporsóját. És mit mondanak a bécsieknek? Hát tudjátok, a halál az már elvégezte dolgát. Tehát lehet érzékelni, hogy itt tényleg egy titokzatos temetési szertartás jelenik meg, mert állítólag ott már valami megindult, tehát valami már kikezdte az emberi szervezetet, eltelik mondjuk egy hét, és ott van ravatalon. Szép fényes arccal. És amikor őt eltemetik, hát mindent vele temetnek. Na igen ám, de ha valamit eltemetnek, akkor az valószínűleg egy idő után elő is fog kerülni. Mert nem volt még olyan fontos érték, amelyik ne került volna napvilágra. És ha még nem került, majd felszínre fog kerülni. És gondoskodnak a temetés napjáról, és hát végeredményben ez a lényeg, hogy melyik napon temetik előtt. Ez kulcskérdés. Nagypéntek, húsvét vonatkozásában kulcskérdés. Emlékezzünk arra, hogy mit állapítottunk meg a kereszthalálról és a feltámadásról. Tehát mozgó ünnep a húsvét, nagypénteken koronázzák, tehát várják feltámadását. Na most, mikor lehet utoljára az esztendő körén belül húsvét vasárnap? Akkor, amikor őt temetik április 25-én. Tehát április 25-én még lehet húsvét vasárnap. Utána már nem, utána megint jön vissza. Magyarul ez mit jelent, könyörgöm? Magyarul ez azt jelenti, amit a mondai hagyomány világosan állít. Mátyás nem halt meg. A hegy belsejében alszik, és az idők végén, amikor nagyon gonosz lesz az emberiség, de várja szabadítóját, megváltóját, és nem csak magyar hagyományt idézek, hát itt tulajdonképpen összeurópai hagyományról van szó, mert a délszláv népek hitvilágában ugyanaz jelenik meg, mint a lengyel, a német, a cseh, a rutén és a több román népek hitvilágában. Az utolsó pillanatban megnyílik a hegy oldala. Mátyás seregének, fekete sereg élén, fekete méme holló. Tehát a holló sereg élén megjelenik, elkezdődik egy három nap, három éjjelig tartó nagy csata. Ezt nevezik Armageddonnak. És mi történik? A nagy csata végén Mátyás diadalt arat, és innentől kezdve az emberiség új aranykorszaka köszön be, ahol mindenki megkapja az igazságot. Mert minden igazságban nő, igazságban terebélyesedik és gyümölcsözik. Most mit lehetne még mondani, úgy legyen. Köszönöm szépen a figyelmet!